Egy év háború az előadás címe, ezt már rögtön magyarázni szeretném, ez azért egy év háború, mert mi ezt az előadást március legelső hetében beszéltük, meg csak eddig tartott összehozni, akkor ugye kb. forduló lett volna. Ö, másrészt nagyon fontos elmondani, hogy itt azért tényleg élő, illetve hát rosszabb esetben már nem élő emberekről beszélünk, tehát azt szeretném mindenkitől kérni, hogyha a végén lesz itt kérdés, hozzászólás, vagy ha fel lesz az internetre komment, akkor úgy azért abban a stílusban nyilatkozó, mint hogyha neki lenne egy rokona az egyik érintett. Eredetileg ugye ez egy vita lett volna, hát ez azért nem sikerült, mert Ádámnak ma volt egy balesete, úgyhogy elvileg most ért kb. haza a balesetből. Uh, úgyhogy ezt most egyedül fogom stand-up komediként elmondani, úgyhogy én leszek Ádámnak a magyar hangja. Ő egyébként az új kornak a szerkesztője, a hat történész és a különleges műveletekkel foglalkozik. Majd elmondom, hogy ő kb. mit akart volna elmondani. Ha valamit rosszul mondok, akkor az az én hibám. Uh, én magam uh, geográfus vagyok, tehát én se nem történész, se nem katona nem vagyok. Nem is ebből a szempontból fogok beszélni a mai nap folyamán, hanem én geográfus vagyok. KRTK-ban dolgozok, azon belül is a Regionális Kutatások Intézetében. Azért az fontos elmondani, hogy ez, amit én most elmondok, ez az én saját összeállító dolgaim, ez nem egy hivatalos kutatás, ezt nem lehet az RKI-n számon kérni. Másrészt nagyon fontos, hogy én ugye alapvetően terület, és település fejlesztő vagyok, ebből kifolyólag az egyik fő kutatási témám, az a területi igazságtalanságoknak a kutatása, hát erre Ukrajna egy elég jó telep, ott aztán vannak területi igazságtalanságok. Tehát egyfajta állatorvosi ló a különböző földrajzi problémákban. Ezen kívül, min a magyar prepper mozgalomnak is oszlopos tagja vagyok, hát ugye ebből a szempontból is nagyon érdekes Ukrajna. És így kerültem én a témához. Tehát én tulajdonképpen, mint földrajzos és mint lelkes. Ö Ukrajnában sokszor járó, ukrajnát szerető ember fogok beszélni, és most ukrajnát, mint földre az egységet értem, nem magát egyébként alapvetően az országot. Nagyon fontos, az előadásban pár alapvetést leszeretnék tenni. Már most elmondanám a haditechnika iránt érdeklődőknek, hogy nem kell agyvérzést meg sztrókot kapni, amikor én majd a BNP 3-as csapatszállítónak nevezem. Pontosan tudom, hogy mi az a gyalogsági harcjármű, csak az egész este az ilyen közérthetően lesz megfogalmazva, sem földrajzó, sem történész, sem hadtudományi szakszavakat nem nagyon fogok használni, hogy az is megértse, akinek nincsen otthon meg tíz évre visszamenőleg az összes haditechnika és regiment Másrészt mai estének nem célja egy teljes körű bemutatás, hanem én a legjellemzőbb téfitekről fogok beszélni, azokról a szándékos kamukról, amik elárasztották a magyar internetet, és nagyon sok olyan, amúgy jó szándékú félreértésről fogok beszélni, ami alapvetően egy, egy valódi tényen alapul, csak azt, azt a magyarok rosszul értelmezik, mert valami pici előzmény, vagy valami más kontextus hiányzott. És ö, Egyébként ez teljesen iskolázatságtól független, tehát ez egyébként nekem... Én ismerek olyan geográfus, doktort, aki némelyik kamunak ugyanúgy bedölt, mint ö, egy olyan ismerősöm, aki egy ö, nyolc osztálya rendelkező betanított munkás. Mind a ketten elhitték, tehát ez iskolázottságtól független. Ö, ez az kis ábra, ez azért érdekes, mert ugye az interneten szembe jönnek velünk az adatok, ezekből ki kell szűrni, hogy mi az, ami releváns információ, mi az, ami csak úgy van. Ezekből ráadásul ismereteink alapján fel kell állítanunk egy képet, és úgy tudunk kialakítani egy képet arról, hogy a valóság valójában hogy néz ki. Ugye ezzel szemben az összeesküvés módszer az az, hogy hát valamit berajzolunk, és az úgy van, ami meg nem annak felel, meg azt nem veszük figyelembe. Ez kicsit ilyen ez az ukrajnai konfliktus, és mindkét oldal. Tehát az orosz oldal és az ukrán párti oldal is nagyjából ezt a módszertant követi sajnos Magyarországon. Erre fogok konkrét példákat mondani, és azt is, hogy ennek mi az oka. És miért van az, hogy ez egyébként nálunk sokkal jobban jellemző, mint más Európai Uniós országokban. Ö, és azt is el fogom mondani, hogy egyébként ez nem Magyarország sajátossága, csak mi két különböző esetnek vagyunk a közös metzete. Akkor rögtön tisztáznám is azt, hogy miért rossz az egy év háború cím a mai előadás estén, mert 2014 óta tart a konfliktus, maga a háború is 14 óta tart, hát ugye akkor történt a majdani tüntetések, ez viszonylag közismert, úgyhogy erről nem fogok hosszan beszélni. Ez alapvetően egy korrupció ellenes tüntetésnek indult, ugye nálunk annak idén a gyurcsány ellenes tüntetések. Volt egy irdatlan korrupt kormány, Ö, aki irgalmatlan mennyiségű pénz. Tehát úgy kell elképzelni, hogy háromszor annyi pénzt loptak el, mint a leg, leg, legtolvajabb lengyel banda, aki valaha kormányon volt, úgyhogy az ukrán GDP a fele. Tehát, tehát a lopási át arány az hatszorosa volt a legrosszabb lengyel éveknek. Tehát ez, ez így azért sokat elmond, szerintem. Gyakorlatilag három helyen volt nagy érdekesség, ugye volt magában a, a Majdan térnek elnevezett tüntetés, ugye ez a Kievnek egy központi tere. Itt az a lényeg, hogy en, ezzel kapcsolatban nagyon sok konteó van Magyarországon, ugye innen jön a, a nácik legendáriuma, hogy az ukránok nácik. Ukrajnában vannak nácik, egyébként mint minden országban a világon, még Japánban és Vietnámban is vannak nácik elárdva. Hogy mennyire sok a náci Ukrajnában, arra vissza fogok térni, de úgy ugye az volt az alapvető konteó, amit az oroszok előadtak, hogy Gyakorlatilag a CIA által felbérelt, Izraelből pénzelt magyar nácik, tehát ést, torockai és budaházi lövöldözött 2014-ben a Majdan téren. Ugye ezt, mi magyarok tudjuk, hogy ez hülyeség, mert az egyikük az Magyarországon politizált, a másik meg gyakorlatilag házi őrizetben volt akkor éppen. Uh, éppen azért, mert ez teljesen egyértelmű lenne, hogy ez egy ordas hülyeség, ezért Magyarországon például ezt az utolsó részt az ide szokták hagyni az orosz is sajtók. Tehát csak annyit mondanak, hogy a CIA által pénzelt ügynökök lövöldöztek. Uh, ez nem teljesen igaz. A CIA ott volt egyébként, tehát ez a része igaz a konteónak, Ugye mindig az a jó konteó, minek van valóság alapja. Hozzáteszem, az orosz, a kínai és az, az amerikai titkosszolgálat a világon minden fontos eseménynél ott vannak. Tehát onnan tudod, hogy egy esemény fontos, hogy a kínai, az orosz és az amerikai titkosszolgálat is egyszerre jelen van. Ami, ami nincsenek ott, az nem számít. Tehát ez kicsit olyan, mint aki nincsen rajta a Kubatov listán, az nem számít. Odesszát azért emeltem ki, mert Odesszában volt a, 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 a tényleges náci dolog. Az történt, hogy az Odesszában, hát most nagyon leegyszerűsítve akarom mondani, akkor úgy mondom, hogy az odesszai orosz barát fuci holigánok a odesszai, ukrán barát, huligánokkal összeverekedtek. ez kicsit olyan, mint nálunk egy ilyen régi, szép idős, ilyen utés, bunyó. Csak ez egy kicsit eldurvult, ez a kicsit eldurvult, ezt úgy kell elképzelni, hogy itt embereket élve fellógattak és elégettek. Mai napig nem tudni egyébként, -egy, pontosan hány ember halt meg, mert a holtesteket nem lehetett azonosítani. Az oroszok ezóta hivatkoznak arra, hogy az ukrán nácik azok bántják az oroszokat. Ez igaz, mert ez megtörtént Odesszában. Fontos már most kiemelni, hogy ez egyszeri alkalom volt. Tehát ez egyetlen egyszer fordult elő az elmúlt már majdnem tíz éves időtartomban, mióta az oroszokkal és az ukránokkal van valami konfliktus. Ugye ekkor foglalják el az oroszok Krimet. Most a Krim elfoglalására az oroszok 2008 óta készülnek, ezt nem én mondom, az akkori. Ö ha ma Magyarországira le akarom fordítani, akkor gyakorlatilag a, a honvédség vezetése. Ugye ez Oroszországban egy kicsit bonyolultabb, mert ott ráadásul külön vannak a fegyvernemek, külön vezetésekkel, de az a lényeg, hogy az egyik ilyen főtábornok írt egy orosz ilyen haditechnikával foglalkozó magazinba egy ilyen nagyon érdekes cikket, és ő egyébként ebben így. Hát Nem elszóltam, mert ő ezt teljesen büszkén vállalta, hogy ők egyébként 2008 óta készítették elő azt, hogy krimet elszedik az ukránoktól. Ezért volt az, hogy ők mikor 2014-ben pár nap alatt lerendezték ezt az üzenetet, két-három SMS-sel elintézték, mert már ott volt minden laktanyában a boríték, hogy itt vágd el a vezetéket, akkor megbénul a mobiltelefon, ott vágd el a vezetéket, akkor nem lesz internet, ez ilyen szinten le volt zsírozva már 4-5 évvel előtte. Innen ered egyébként az is, hogy az ukránok orkoknak hívják az oroszokat, ebben egyébként nem rasszizmus vagy egyéb előítélet van, hanem ugye ezeket maguk az orosz média is úgy hívta ezeket az alakulatokat, hogy kicsi zöld emberkék, mert ugye ez az orosz tengerészgyalogságnak a zöld ruháját viselték, de nem volt rajtuk semmilyen rangjelzés vagy állami jelkép, és ugye ugye csak zöldek voltak, minden más szín hiányzott róla innen a kicsi zöld, és ugye az orkok zöldek a gyűrűkurában, meg a World of Warcraftban is ami nagyon fontos, a 2015 és 2018 között egy alacsony intenzitású háború zajlott. Ennek az a lényege, hogy itt tulajdonképpen nem ilyen hatalmas nagy csaták voltak, mint amilyenek amik a második világháborús ütközetek voltak, mint mondjuk Kurszk vagy a Debreceni csata, hanem itt ilyen pici, sokszor csak század vagy szakasz szintű, tehát 30 legfeljebb 100-200 embert érintő harcok voltak voltak kivételek, volt egy-két nagyobb offenzíva, amikor több ezer ember megmozdult, és brutális veszteségek voltak, erről majd később beszélek, de ez alapvetően egy-két ilyen rövid fellángolás lesz, ez ilyen alacsony intenzitású háború volt. Ez azért fontos, mert gyakorlatilag az elmúlt 300 év legrégebb az zajló háborúja az orosz-ukrán háború. Ez régebb volt Tehát régebb óta zajlik, mint amennyi ideig tartott a második világháború, ha kiszámoljuk. Ami nagyon fontos, hogy ugye közben voltak a úgynevezett Minszki tűzszünetek, ezeknek egy, nem ez a hivatalos megnevezés, ez csak a köztulatba került így be. Ezeknek egy közös jellemzője volt, hogy ezeket az oroszok, kettőt az oroszok, egyet meg az ukránok, azok nagyjából egy órán belül megszektek. És amikor innen jön az, hogy amikor ma Magyarországon valaki azt mondja, hogy béke kell és azonnal tűzszünet, hát az tök jó, volt már 4 öt, 6, 7, 8, 9. 10-valahány tűzszünet, most nem számolom fejbe végig. Ez egyik egy része egyébként még nevet se kapott már, hanem már csak annyi volt, hogy aratási tűzszünet, hogy legalább addig egy három napig ne lőjék egymást, amíg a traktorokkal kimennek learatni a gabonát. Az egyik ilyen ö, aratási tűzszünet a 2018-as volt egy kicsit fordulópont. Ugyanis az történt, hogy a Trump kormánya elkezdte azt érezni, hogy ez nem igazán működik, ez az ukrajnai helyzet, mert nagyon sok fegyver megy be. Ez részben az orosz, egyébként részben az ukrán korrupció egyformán eltűnik, és a közel-keleten köt ki. Férjét és hogy az orosz tábornok ellopja az orosz laktanyából a fegyvert, és eladja a fekete piacon, ugyanúgy csinálja ezt az ukrán is. Ez, ez, ez gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát tőlünk keletre ez teljesen normális. Tehát ez Pakisztán rép úgy jellemző, mint, mint Kazaksztánra. Csak pár országot mondjak, teljesen mint egy bármelyik országot mondanám a régióból, arra igaz lenne. Mi történt? Elkezdték eszméletlenül felfegyverezni az ukránokat, védekezésre alkalmas fegyverekkel, és mindenféle páncéltörő rakétákkal. Mindenki a Javelinekről beszél, egyébként Javelinből nem kaptak sokat, egyébként az Enló fegyverekből sokkal több van, és az sokkal effektívebben is használják. Erről majd beszélek, hogy miért lenne teljesen földrajzi okai vannak. De ami nagyon fontos, hogy ugye nálunk elkezdték mondani egy pár hónapja, hogy hát most megszépták az ukránok, mert majd a republikánus kormány nem ad nekik fegyvert. Ez tök jó, csak aki ezt mondta, az nem volt azzal az apró vetéssel tisztában, hogy ugye az ukránokat a Trump kormány, tehát a republikánus kormányzat fegyverezte fel. Tehát nem a Bidenék, a Bidenék alatt már zajlottak a intenzívebb harcok. Trumpék, egyébként ez nem szívjóságból történt, ennek teljesen egyszerű oka volt, olcsó volt a fegyvereket odaadni az ukránoknak, mint hazarepülőzni őket Afganisztánból, vagy Szíriából, vagy Irakból, mikor onnan kivonultak az amcsik. Egész egyszerű volt odaadni az ukránoknak, mint haza szállítani. Maga a általunk háborúnak hívott szakasz, de ugye, mint mondtam, ez végig háború volt, az ugye tavaly februárban kezdődött. Itt ez, ez a Nulladik pillanata a háborúnak, az első orosz katona, aki átlépi az ukrán határt, ugye ez a gyönyörű, szép kis sorompú, ez a határkerítés. Elég rossz minőségű a kép sajnos, de hát ilyenek ezek a biztonsági kamerák. A háborúnak az a pontja, amikor az ukránok majdnem vesztettek, ugye ez gyakorlatilag pár hét alatt alakult ki. Ez a piros, sötét piros vonal, ez azt mutatja azokat a töreteket, amit tartósan az oroszok maximálisan elfoglaltak. Ennél voltak ilyebb az oroszok, mert például idáig is eljutottak, ugye itt egy főút mentén, de most én csak azt jelöltem be, ha tartósan orosz kézen volt, egybefüggően legnagyobb terület az ez volt. Hozzá kell tenni, hogy ez a vonal ez nem egy éles vonal, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy megye határ, hanem ez sokszor úgy nézett ki, hogy volt egy ukrán állás egy faluba, tőle én, 5 kilométerre egy orosz állás, kettő között meg a senki földje, tehát ez, ez ilyen, egy, tehát egy, nagyon széles senki földje alkotja valójában a frontvonalat a legtöbb helyen. Amire nagyon felhívnám a figyelmet, az, ez a rész, ezt mindenki egyezze meg, hogy ez hogy néz ki mintha össze-vissza pókálós jellegű lenne, ugye itt lyukas több helyen, ez is egyébként, hogyha jobb, nagyobb felbontású térkép lenne, akkor be lehetne lenni. A másik dolog, hogy mindenki figyeljen meg a térképen, hát sajnos ebben nem segít nekünk a kivettítő, hogy ez egy nagyon tagolt terep. Tehát a legtöbb ember a Ukrajnát azt ilyen sikvidéknek képzeli el, mint a magyar alföld. Ez egy nagy téfit, tengerszint feletti magasság alacsony, de nagyon tagolt terep tele van pici folyóvölgyekkel, dombokkal, erdőkkel, tehát kb. a Magyarországi Zala megye felel meg annak, hogy valójában Ukrajna kinéz. Ukrajnának a sik része az valójában a Fekete-tenger melléki alföld, ugye a Krimnek egy része, és ez a melléki alföld. Az összes többi az valójában dombság. Hát kivéve ugye a Kárpátokat, mert az hegység. és ami fontos, a Donetszki medence az valójában ugye nem egy medence, ugye ez nem tudom, ez van, történelmi oka van, biztos, hogy ezt medencének hívják, ez valójában egy egy ilyen furcsa formájú hegyoldalnak a egyik irányba való lejtője, de ugye nincsen egy körben véve. Tehát ez nem klasszikus értelemben vett medence. Most így néz ki a frontvonal, ez, ez gyakorlatilag a, a nagyjáboli állapotok. Itt ugye azt látjuk, hogy azért az északi részről visszaszorultak az oroszok, és mit látunk, hogy ugye hol akadt meg eredetileg az orosz támadás, mindenhol nagyvárosoknál. Kijevnél ugye azt tudni kell, hogy Kievnek ugyanolyan szuburbiája van, mint Budapestnek, hogy ugye Budapest az valójában nem ott ér véget, hol a Budapest tábla van, hanem úgy nagyjából, hát délfelé úgy kb. Ceglédnél, Ma már. Tehát gyakorlatilag nincsen összefüggő 200 méter, ahogy, hogy ne lenne beépített terület. Na most ez ugyanígy van Kijevnél is, tehát ez, ez így Kiev. Ez a hatalmas így, ez így Harkov, vagy Harkiv, vagy az ukránok mondják. Másik, ami nagyon vicces volt, a viccest azt ilyen idézőjelbe értem, hogy ez a rész, volt Csernobil, mi történt, orosz katonák elfoglalták Csernobit, minden katona, a, akinek van esze, az amint elfoglal egy területet, az első dolog, amit csinál, hogy egy árkot ás, amivel belebújik, hogyha az ellenség elkezdi lőni a területet, akkor repeszekne, darabolják fel. Hát igen, nem csak ugye ez a pont sikerült egy olyan helyen ásniuk ezeket a lövészárkokat, ahova annak idején ugye beletemették a radioaktív hulladékot a Csernobli katasztrófa után, úgyhogy az a parancsnok, aki azt ott elrendelte, egy pár katonájának biztosított egy-két rákot. Jelenleg ez van. Az a hatalmas nagy orosz offenzíva, ami az elmúlt nagyjából három hónapban tartott, az, az, ez itt mind. Tehát naponta átlagosan négy métert haladtak elő, úgyhogy közben meghalt minimum tízezer ember. Ez a, amiről tudunk. Ennek valószínűleg a az ukrán nagy tavaszi ellentámadás, ami szintén be volt harangozva, az most jelenleg itt zajlik, és egy lakatlan szigetet sikerült elfoglalni. Tehát, hogy azért sem az orosz, sem az ukrán nagy harci sikereket nem kell túlértékelni. De hogy mennyire torzít a média, ugye hát mindenki az itt zajló harcokról beszél, ugye a városostromról, Bakmutnál. hát azért azt tudni, hogy a Advitkánál pontosan ugyanakkor a csata zajlik, sőt még egy kicsit intenzívebb is, még több is a halott. Senki nem tud róla Magyarországon, mert arról nem beszél a tévé. Miért? Azt én nem tudom, ennél valószínűleg nálam médiában jártasabb ember kéne. Pár kérdést feltennék, mindenki ösztönből szavazzon, jó? Nem kell gondolkodni, az a lényeg, hogy ki mit gondol, nem az, hogy mit tud. Ez nem egy vizsga. Hány százalék most az orosz gáz a magyar gázellátásban lehet tippelni? Ki az, aki arra szavaz, hogy nulla? Senki. Ki az, aki arra szavaz, hogy mondjuk a egyharmada? Négy ember. Ki az, aki arra szavaz, hogy a fele? szintén ugyanennyi, és ki az, aki arra szavaz, hogy a többs döntő többsége? Hát ez a töb ezek vannak legtöbben. Ö, azok szavaztak jól, akik azt mondták, hogy az egy harmada. Ez Melyik országban volt a legerősebb az orosz gázlobbi 2022 előtt? Ki szavaz arra, hogy Magyarországon? Ki szavaz arra, hogy Németországban? Ki szavaz arra, hogy Romániában? Hát aki Németországra szavazott, az szavazott okosan. A, német, a mindenkori német kormány az sokkal inkább benne volt az, a Gazprom érdekeltségeiben, mint bármelyik magyar kormány visszamenőleg a rendszerváltásig. Nem véletlen, hogy egyébként, amikor ö, kedves kancellárasszonyunk lemondott, akkor az ő kormányzatának az egy harmada az orosz cégek bizottságaiban kötött ki. Majd erről mutatok még adatokat. Mennyivel drágább jelenleg az amerikai LNG, tehát a hajón hozott folyékony földgáz, mint az orosz földgáz? Ki szerint vannak egy árban? Igen, páran. Ki szerint kétszer annyiba kerül az LNG, mint az orosz gáz? És ki arra, hogy négyszer annyiba kerül? Egy ember. Jó. Ugyanannyiba kerül, egy fillér különbség nincs köztük. Egy forinttal nem drágább az LNG gáz, mint az orosz földgáz valójában. Még szállítási költségekkel együtt sem. Ennek egyébként több oka van. Egy egyszerű oka egyébként az az, hogy az LNG-gázat az bárhonnan lehet hozni, és meg lehet azt hogy éppen a legolcsóbbat vesszük meg. Nem muszáj az amerikaiaktól megvenni a tévitekkel ellentétben. A gázkérdést egy kicsit kibontanám, Egyrészt ez kölcsönös függőséget jelent. Tehát amikor az oroszok azt mondják, hogy akkor elzárják a gázcsapot, az ilyen jól hangzik, csak a valósághoz túl sok köze nincsen, mert kinek másnak adják el? a vezetékeiknek a döntő többsége, ugye ez a kék, ez jön hozzánk Európába, ugye ez az ukrán export, ez most nincs, ez Belarus, akik hát gyakorlatilag nem fizetnek érte, mert hát Belarus az ország, és ez a kicsi kék, ez az, az ilyen isztánok, Kazaksztán, Türkmenisztán, egyebek, oda el lehet adni rengeteg gázt, csak ott szintén nem nagyon fizetnek érte, tehát kb. Egy negyede áron lehet eladni oda a földgázt, mint hozzánk. És akkor ez a 7% ez minden más. Ebben benne van már Kína is. És amikor az oroszok azt mondják, hogy majd ezt így, ami itt van, ez a piros meg a kék, majd eladják ezek azon a vezetéken, aminek ekkora a kapacitása, az, hát, hogy mondjam, a, 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 akinek már nagyon kellett ö, vizelni, az tudja, hogy a nyomás és az átmérő az egykorlátozó tényező a gázoknál és folyadékoknál. ez nem működik. Tehát a földgáz nem lehet így bezacskozni, mint a lisztet és elkamionozni, hanem, hanem ez gázvezetékrendszerek kellenek, Ez meg nem nagyon megy. Itt, itt azért nem arról van szó, hogy itt a kellemes pusztában leásunk, mit tudom én, Kieftől mondjuk Szegedig egy gázvezetéket, hanem itt azért, hát vagy a Góbi-sivatagon, vagy a Himaláján kéne keresztül vinni a vezetéket. Kicsit nagyobb meló. Másik, Oroszország gazdasága az nagyjából így nézett ki a háború előtt, ez ugye ez 2020-as állapotot hoz. Ugye ebből ennyi a földgáz, olaj, meg mindenféle egyéb, tehát szén, stb. Energia hordozók, Hát ez a nem részletezett, nem kell nagy fantázia hozzá ezen kisebb, ez a fegyver, ugye? Tehát ha, amikor arról van szó, hogy a fegyverlobbi, hát az amerikaiaknál a teljes fegyverlobbi az a teljes gazdaság 5%-a. A két vezető amerikai informatikai cég, ugye az egyik az almás telefonokról is, mert a másik meg a, a kis operációs rendszerről, amit mindannyian szeretünk szidni, az a két cégnek nagyobb a szerepe az amerikai GDP-ben valójában, mint a teljes amerikai hadiparnak. Tehát ezt az így hozzá kell tenni. Ezzel szemben Oroszország az valójában a világ legnagyobb olajkalifátusa. Most ilyen gazdasági szempontból. Bár egyébként, ha megnézzük, hogy az összes többi is mi, az mi? Hát aranyeladás, arany eladás, platina eladás. A -a -a az a fajta ipargazdaság, amit mi iparnak meg gazdaságnak hívunk, az mindössze ennyi. Tehát ami, ami nem a primer szektor, hanem a szekundár vagy a terciár, a szakmailag mondva. Ebben egyébként nem kis német hatás is volt, ugye azt tudnék kell, hogy nálunk Magyarországon is sajnos azzal sikerült szekálni az embereket egy nagy, nagyjából 20 éven keresztül a, az LNP nevű Magyarországi Pártnak köszönhetően, meg a greenpeace hogy ez a, ez a hülyeség volt -e? tette, ezt, ezt, nagyon egyszerűsítve próbálom összefogalmazni, hogy a, a, két lehetőségünk van, napelem vagy atomerőmű. Ez, ez soha nem ez volt a kérdés valójában, hanem az volt, hogy legyen napelem, meg szélerőmű, és amikor szélcsendes éjszaka van, akkor mivel termeljük az áramot. És arra volt az a, a, francia válasz az atomerőmű, a német válasz, meg a gázturbina. Tehát amikor a németek bezárták az atomerőművet, akkor az atomerőművet nem napelemre cserélték le, mint hogy nálunk ezt előadják, hanem a gázturbinára, meg szerint tüzelésű erőművekre egy időszakban. És ebben azért nem pici szerepe volt ennek a német gázra való átállásnak, meg azt tudni kell, hogy a valóságban egyébként nem csak áramtermelésre használjuk ezt, ugye földgáz kell a műtrágyagyártáshoz, olaj kell a műanyaggyártáshoz, stb. Mennyire vagyunk ráfüggve az orosz gázra, ez egy tök jó dolog, mert nálunk ez ilyen szent tehén, és még energetikai szakértők is, még kollégámmal is beszélgettem már erről, hogy Uh, hát erről a gázról mi nem tudunk úgy leszállni, mint a franciák, mert hát mi függünk az orosz gáztól, ugye. Hát elmondtam, hogy ugye hát az orosz gáz, az jelenleg a teljes gázimportunk egy harmada, egyébként Szerbián keresztül jön. Uh, mert ugye az ukránokon keresztül most nem érkezik földgáz Magyarországra. Ellenben Magyarországról megy olaj Ukrajnába, ezt kevésbé tudják, ugye a tiszai uh, városi termékvezetéken keresztül az ukrán hadsereget jelenleg Magyarország látja el egyébként gázolajja. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mi nem támogatjuk az ukrán hadsereget, azt én mindig fogom a fejem, mert tök jó, tehát ha magyarok, én a magyar, jelenlegi magyar kormánynak a marketinges, én erről beszélnék ilyen nappal, hogy hó, hát mi nagyon támogatjuk az ukránokat, fegyvert nem adunk, de mi látjuk előket őket gázolajja. Egyből máshogy néznének ránk az Európai Európa Unióban. Magyarországra egyébként az összes gáznak ugye az egyharmada jön ö, orosz, orszá, orosz, forrásból, de nem oroszországból, de, de maga a molekula, ami bejön, az orosz egyharmad az jön nyugatról, az egy harmad meg minden egyéb dolog, ami Magyarországra jön. Egyébként tehát Magyarországot jelenleg tökéletesen teljes biztonsága úgy el lehetne látni nem orosz gázzal, hogy az nem, hogy nem lenne drágább, Valójában olcsóbb lenne, hogy jelenleg az a vicces helyzet van, hogy ugye az oroszokkal mi akkor kötöttük le a jelenlegi szerződést, amikor pont a legdrágább volt a gáz. Ugye mi kedvezményt kaptunk rá, de ez a, a, a nagyon drágaság időszakban kapott kedvezményes ár, az, az majdnem duplálja sőt, hát konkrétan duplálja annak, mint ami most az Európai Uniós átlagár. Ez ö, mondjuk ez márciusi, mert ugye áprilisi adatok azok majd most májusba fognak kijönni. De látjuk, egyébként ez egy, a magáról a rezsicsökkentésről is egyébként sokat elmond, ugye a rezsicsökkentett ár a kék, a valós piac jár. Valójában a rezsicsökkentett ár, ha kiátlagoljuk mondjuk egy hármas időszakban, az pont annyi volt mindig, mint a nem rezsicsökkentett ár Európában. Csak kevésbé volt hullámzó. Volt, amikor olcsóbb volt, volt, amikor drágább volt, mint a piaci ár. Ugye mindig jön az a kérdés, hogy na de kinek a hibája a háború? Mindenkinek. Mindenki követett el hibákat. Én most csak párat emelnék ki, ami nem került be a magyar közszülőbe, én most csak azt térek ki. Ugye az azov zászlója, ez nagyon fontos. Ugye az ukrán nácik, azok gyakorlatilag, akiket mondtam, hogy Odesszában nagyon vertek oroszokat és elégették őket élve, meg azok az ukrán nácik, akikről vannak ilyen fotók Twitteren, meg jobbra-balra, az az azov zászlóba kerültek berakva, mert az ukránok úgy voltak, hogy ez, hát csak szkénhedek nácik ne rohangáljanak jobbra-balra. Azt tudnék, hogy az ukránok egyáltalán nem szélső jobb oldal barátok. Az egyetlen közép-kelet-európai ország, aminek soha nem volt szélső oldali párt a parlamentjében, az Ukrajna ennyit arra, hogy az ukránok nácik. Ez az azok zászlója, ez a csúcspontján 1300 fő volt. 41 millió emberből volt 1300 náci. Ez. Tehát szerintem Magyarországon csak a fradi drukkerek között arányában több a náci. A 10 millió magyarra leosztjuk, mint a teljes ukrán népességben. Tehát ez egy kicsit tegyüle. Viszont az ukránok követtek el bűncselekményeket ezen kívül, tehát a Odesszán kívül. A krimi csatornát elzárták. Na most ilyen a nemzetközi jogban nincsen, hogy az édesvizet elzárod egy ekkora terület előtt, hogy az emberek ott halljanak szomjan. Tehát ezt például az oroszok tökéletesen jogos követelésként vetették fel. Makuk az oroszok is, ugye az oroszok, azok gyakorlatilag az összes nemzetközi szerződést megszekték az elmúlt öt évben, ami létezett. Ö, és azt kevésbé került be a magyar közpillatba, hogy az oroszok megpróbáltak az arab tavasz mintájára 2014-ben nem csak Ukrajnában, de a Baltikumban és Lengyelországban is oroszbarát ilyen kis lázadásokat szítani. Ez sehol nem jött be egyébként, mert a, nyilván a litván, litván, litvániai orosz ö, kisebbség az pontosan tudta, hogy az egy kicsit jobban jár az Euróban kapott fizetéssel, mint annak az egy negyedét kapná Rubelben. Tehát így ez, ez nem jött be. Ráadásul az egésznek az alapja, amit az oroszok most csinálnak, ennek sem közel csukranához, ez belpolitika. Tehát, a, hogy mondjam, tehát amennyire Libanon, ö, bocsánat, Líbia lebombázása az a francia belpolitikának volt a következménye, ugye Sárközinek az ügyét, amikor kiteregette a, a líbiai kormány, na az Ukrajnának a mostani helyzete az, az orosz belpolitikától függ, és egyébként nyugat is hibázott, ebből egyetem elnék ki. Ö, gyakorlatilag Putyin pénzelt Európa meg ellát a haditechnikával. 2014-ig az összes orosz haditechnikai fejlesztés az gyakorlatilag európai kutatóhelyeken készült. Ennek majd lesz jelentősége. Csak gondoljunk arra, hogy négy darab repülőgép ha jót rendeltek a franciáktól, ekkor az oroszok. Vagy egy konkrét példát mondjak meg hát az orosz ellenzéket Európa túldimenzionálta. Hát azt képzelték, hogy az orosz ellenzék majd belovagol Moszkvába, és így megbuktatja Putyin két nap alatt, hát ebből semmi nem lett. Putyinról nagyon röviden beszélnék. Putyin régen egy nagyon racionalista jó politikus volt abban az értelemben, egy mosolygós ember volt, aki problémákat oldott meg. Több millió lakást építetett, több millió munkahelyet teremtett Oroszországban. Viszont szóval volt 2012-ben egy elég súlyos belpolitikai válság Oroszországban, és ez Putyinra nagyon rossz hatással volt, gyakorlatilag egyfajta ilyen, nem akarok vulgár pszichologizálni, de ilyen, ilyen kicsit a paranoiához hasonló dolog történt. Ez egyébként teljesen jellemző minden politikusra, aki nagyon sok hatalmon van, ez egy pszichológiai tény, ezt nem én mondom, ennek nagyon komoly több ezer oldala szakirodalma van, Putyintól függetlenül is és ekkor kezdett el egy ilyen nacionalista vallásos maszlagot egyszerre tolni, amiben teljesen megfér az, hogy egyébként újra eh, kommunista, tehát Oroszország újra a kommunizmus felé elmozdult, tehát a Sztálint rehabilitálták, vörös csillag, sarlók alapács előkerült, a városokban, ahol munkásosztály van. Vidéken, meg mi van? Ugyanezeket a harcjárműveket a pópa meglocsolja szentelt vízzel. Plusz tíz sebzés, holy Póverre. És ez egyszerre megy Oroszországban. Tehát, a, és a, tehát aki ma Magyarországon szereti Putyint, és úgy átlábó Oroszországot, az mindenki a 2012 előtti Oroszországot szereti. Le kell ülni, beszélgetni Facebookon, el fogják mondani, hogy miért szeretik Oroszországot. Az mind olyan dolog, ami 2012 előtt igaz volt, és azóta meg nem igaz. Hogy milyen most Putyin, ez nagyon jó képet találtam. Ugye a Solygu meg Gerasimov két legmegbízható katonája az 15 méterre van tőle elültetve. Hát nehogy már túl közel legyenek, aztán valami csúnya ilyen merénylet, vagy akár is jön Ugye itt érünk át a tényleges Rényegére az egész estének, ugye a téveszmék, tévhitek és kamuk áradatára. Nem véletlen, hogy egyébként a dezinformáció szó orosz eredetű, ugye a dezinformácia. Ennek nagyon egyszerű oka van, ez cári birodalomra vezethető vissza, ugye a patyomkin falvakról már mindenki hallott, gondolom, irodalmi ismereteiből legalább. Ugye az oroszoknál két szó van a hazugságra, ugye van a los, a, ami a, ez a, a. Hát igen, drágám, jól áll neked ez a ruha típusú hazugság, vagy, vagy nem, nem, én nem ittam egy sörcse. Meg, meg ugye van a, a, a ezt ezt én nem tudom kiejteni Ranyo Ranyo, igen, a kiejtésem az minden nyelven rossz, még angolul is. Ugye ez a, az ilyen a, a, az ilyen történetek, amiket elmondunk, mindannyian tudjuk, hogy nem igaz, de mosolygunk és bólogatunk rá, hogy ez így van. De ugye maguk például az, az, az hogy hát Oroszországban mindig is sokkal jobb volt az életszínvonal, mint a hanyatló Nyugaton, már a cári időszakban is, Lenin, Stalin alatt is, Brezsnya alatt is, és most is. Ezt mindenki tudja, mindenki elmondja, és mindenki pontosan tudja, hogy hülyeség. Ö, én nagyjából a, erről szeretnék beszélni. Ö, nagyon tudni kell, hogy ennek a háborúnak az az egyetlen újdonság. Tehát ilyen nagy háborúk, durva háborúk, olyan háborúk, ahol panelházakat szőnyeg bombáztak, rengeteg volt. Az amerikaiak is csináltak ilyet, az oroszok is csináltak ilyet, meg egyébként mindenki más is csinált ilyet, aki valaha nagy hatalom volt. Legfeljebb azért nem bombázott panelházat, mert akkor még nem volt panelház, amikor ő bombázott. A, a, az újdonság az, az, hogy TikTokon, Facebookon, Twitteren élőbe közvetítik nekünk a háborút, és azért egy kicsit átélhetőbb az, hogyha valaki olyan radobnak egy napon bombát, akinek ugyanolyan telefonja van, mint neked, ugyanolyan nadrágot hord, és ugyanaz a kedvenc zenekara. Ezért sokkal átélhetőbb ez a háború. Ráadásul az oroszoknál beütött az, hogy ott 2012 óta tudatosan készültek erre a háború. Tíz éven keresztül minden hülyeséget elterjesztettek az ukránokról. Ö, és egyébként tök érdekes, hogy a hivatalos médiában a világ nagy részén az a nyugati, tehát ukránbarát verzió fut, de a háttérben, tehát az, az ilyen Facebook csoportokban még nyugaton is az orosz verziók futnak. Tehát az ember felmegy, egy, egy amerikai, mint Ohio-i haditechnika iránt rajongók csoportját sikerült megnéznem a Facebookon legutóbb, ott is az volt, hogy a hivatalos cikkeket, amikor idézték, az teljesen a nyugati verzió volt, de a komment mező alatta az meg totál az orosz verzió volt. Ennek egy oka van, ugye egyrészt nyugaton az Anonymous nevű hacker csoport, meg általában a nyugati informatika az viszonylag erős, de azt tudni hogy az oroszok brutális mennyiségű pénzt belőltek a kiberhadviselésben az elmúlt évtizedekben, tehát az orosz hackerek azok nagyon profik. Egyiket azért, mert nyugaton képezték ki őket. másik pedig, hogy Ukrajna iszonyatosan elmaradott ország, ami most egy tök előny, mert hát az ukrán közigazgatást megpróbáltod meghekkelni, mert az még mindig kockás üzeteken van vezetve, meg aktákban. Ö, ugye, amit mondtam, ugye van ez a hagyományos hazugság az orosz nyelvben. Erre van egy pár példa, ami Magyarországon tökéletesen elterjedt, alulról felülről, jobbról, balról mindenhol. Ugye ez az egyik kedvencem volt, ugye, hogy másna mondjak, ugye Magyarországon vannak jó haditechnikai szakértők, meg geopolitikai szakértők, mint mondjuk Resperger, Csiki Varga, hogy másna mondjak, ö, nagyon sok jó szakemberünk van. Meg vannak a, a, az ilyen háborús celebjeink, akik olyanok, mint a Covid celebek voltak, úgy mindenki emlékszik a nagyszakálos bácsira, aki roppantul utálta a maszkviselést. Na, ehhez hasonló szerepjeink vannak, ugye a Ropi ember, ugye van Robi bácsi, aki minden nap elmondja, hogy az ukránok ma mászt összeomlanak, és a többi, ugye a kedvencem, ugye a alakváltógyik emberes bácsi, a Jánoska. Na most ők minden nap elmondják a dolgokat a tévében, például azt, hogy hát ezek a személyek, amerikaiak biofegyvergyárat csináltak az azosztál pincéjébe. Emberek, józan paraszti ezt használjuk. Egy biolabor, egy vasgyár pincéjében. Tehát annál rosszabb körül helyszín nincsen egy bármilyen labornak, mint egy vasgyár pincéje. Ráadásul az amerikaiak a biofegyvergyáraikat ohio mi a francnak hoznák át az ukránokhoz, miközben tudják, hogy Ukrajna tele van orosz kémekkel. Tehát ez, ez, formál logikailag egy baromság. És egyébként senkinek nem tűnt fel, amikor az azosztályt elfoglalták az oroszok, hogy egy Petri csészéről készült fotó nem került fel a tévébe, mert nem volt nyilvánvalóan ott a biofegyvergyár, és ez teljesen tudni lehetett volna. Tényleg általános iskola hatodik osztályos józan paraszt észre, hogy ez hülyeség. De senkiben nem okozott fennakadás, mikor kiderült, hogy ez kacsa. És akik eddig benyalták, azok a mai napig egyébként mondják, annak ellenére, hogy már majd egy éve tudjuk, hogy ez nem igaz. Vagy például másik kedvencem volt, ugye Magyarországon ami elterjedt, hát az ukránoknak ez nem is lehet felvetni, hogy az oroszok elfoglalták kelet-ukrajnát, mert az ukránok elfelejtették bejegyeztetni a határaikat. És ezt fapofával közölte az egyik bácsi, ugye ez az alakváltó gyíkemberes bácsi a magyar mindenféle médiában, legalább négy különböző tévében, meg három újságban ezt lehozták. Ez tök jó, bárki fölcsapja az internetet, kb. négy kattintásra kiderít, hogy Ukrajnának a nemzetközi határát több mint 13 darab államközi, és majdnem ugyanennyi nemzetközi, tehát több államot érintő szerződés garantálja, köztük például a Budapesti Egyezmény, ahol ugye Ukrajna lemondott az atomfegyvereiről cserébe a határai biztosítására, és még jelcénre se lehet ráfogni, mert a legutolsó szerződést, a 2003 as azt már Putyin a saját aranybetűivel írt alá. Másik kedvencem volt, ugye, hogy Biden, azért kell a háború a Biden kormánynak, miközben ugye tudjuk, hogy Trumpék fegyverezték fel az ukránokat, ez már önmagában egy vicces, mert hogy Biden fiaföldeket vett 2016-ban Ukrajnában. Tök jó, de most azért megint a józan parasztészt vegyük elő, egy általános iskola 6. szintet üssünk meg. Ha én veszek valamit, akkor nekem érdekem, hogy azt szétlőjék bombázása persze veszek egy házat Budán, aztán gyorsan fel is gyújtom nehogy hogy kapjak érte pénzt. Tehát, ez, nem, Tehát, ez is ez a józan paraszt észrevett egyértelmű hülyesség. Ugye a náci rész, készről már beszéltem. De ugye vannak azok a dolgok is, amik nem ilyen egyértelmű a és ez ezben már sokkal jobban belebuknak olyan emberek is, akik egyébként ismerik Ukrajnát, jobban tájékozottak. Ugye az egyik az az, hogy, hát, hogy az amerikaiak mennyire kémkednek az ukránoknak, és ez milyen csúnyú beavatkozás a háborúba. Bár ugye ez nem háború, hanem csak konf, izé, különleges akció, tehát itt már megint bukott egyet a bukfenc az orosz propagandában, mert ha ez nem háború, akkor hogyan lehet háborús beavatkozás. De hát ugye az Open Sky szerződés az azt garantálja, hogy minden ország, aki az Open Sky-t például Magyarország és az a szomszédos országai, illetve bármelyik az Open Sky-t aláírt ország fölébe repülhet bizonyos időközönként, bizonyos repülőkkel, annyi, hogy előre be kell jelenteni. Tehát az amerikai felderítő repülők 2022. februári teljes törvényi feljogosítással repültek be Oroszországba, és igen az oroszok is berepülhettek. Sőt, elárulom, hogy például a magyarok is ide repültek felderítő repüléseket, például Románia felett, amikor még volt -e erre pénz. Ugye a másik, a kedvencem, ugye ez a népírtás, hogy hát ugye az oroszok, akkor a Putyin fehér lovon belovagolt Ukrajnába, hogy megmentse az ukrán, ukrán náciktól szegény orosz gyerekeket. Na most ez tök jó hangzik, de ez a 16 ezer fős, meg 26 ezer fősnek is mondják ez a népírtás, ez, ez semmi más, mint a 2015 és 2022 között ugye a Donyácki alacsony intenzitású háborúban meghalt katonáknak és civileknek az összes száma. Ezt onnan tudjuk, mert egyébként például a, 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 ott volt végig egy ENSZ-EVESZ megfigyelő csoport, egy EV, ensz és egy ebesz is, Végébként magyar katonák is voltak, akinek a jelentései napi szintre bontva elérhetők az interneten az EBESZ honlapján. Tehát ezt onnan lehet tudni, hogy ez egy kamú. A, meg, hogy a NATO átverte szegény oroszokat, mert hogy azt ígérték, hogy majd nem veszik fel a keleti államokat. Hát ez megint egy ordaskamu fel kell csapni a párizsi szerződést, amiben aláírták az oroszok, hogy hozzájárulnak a NATO bővítéséhez három feltétele. Egy, az új országok nem kaphatnak atombombát, nyilván Magyarország sem kapott atombombát, kettő, az új országokba egyszerre legfeljebb egy dandár erejű. Ö, 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 amerikai csapat lett, ezért van az, hogy Magyarországon is hagy gyakorlat van, mindig pont egy amerikai dandár jön. Se nem nagyobb, se nem kisebb alakulat. A három pedig a stratégiai fegyvereket, ugye ezt egy külön szerződés szabályozza, nem kaphattak, jelzem, nem kaptunk. És az egészben már onnan gyanús lehetne, hogy ez egy hülyeség, hogy hát mikor volt Magyarország NATO csatlakozása, az oroszok ezt 2022-ben vették elő ezt a szöveget, Közte eltelt időben mi volt? Putyin aludt kómában volt, végig részeg volt, vagy valószínűleg az, hogy ez egy ordas Hát nyilván ez egy ordaskamu persze az ukránokat se kell félteni, az ukránoknak is voltak dezinformációi, de ezek nem államiak voltak, mert legtöbbször. Tehát ugye kedvencem ez a Kiev szelleme, hogy egyetlen MiG-29-es per 27 es vadászgéppel egy ukrán pilóta az orosz légierőt egy egész napon keresztül feltartotta ugye a háború elején. Ez tök jó hangzik, csak aki tisztában van vele, hogy egy teljes feltöltéssel egy MiG-29-es maximális teljesítménye után égetővel hány perc alatt üríti ki a tartájait, azt az nagyon gyorsan ki tudja számolni, hogy ez 24 óránál jóval kevesebb időt tehát itt most ideális esetben egy óráról beszélünk, amíg ez működött volna. Másik az, hogy ugye a Kigyósziget hősei volt, ez, 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 meg arról szólt, ugye meghaltak a katonák, akik elküdték a fenébe az orosz hadihajót, most ezt mindenről tudnék, hogy ezt egyiket sajtotta az orosz állam hivatalosan. Soha ezt a, a, a erről a posta adott ki egy bélyeget. Egyiket utólag kiderült, hogy szerint, szerint, hál' Istennek nem meghaltak, csak hadifogságba estek. Hát ez aztán hatalmas nagy hazugság szegény. Tényleg, hogy azt hittük, hogy meghaltak, de hál' Istennek nem haltak meg. A Kiev szellem az egy kacsa volt, de ezt soha semmilyen hivatalos a ukrán szerv nem állította, sőt konkrétan az ukránok kisadtak adtak cáfolást pár nappal később, hogy ez nem igaz amit az ukránok tényleg hazudtak, az három dolog volt. Az egyik az az, hogy az orosz halottakat eltúlozzák. Hát itt 190 ezer halottat állítottak legutóbb. Hát ha ennyi orosz katona meghalt volna, akkor már az oroszok nagyon nagy bajba lennének, mert már nem lenne élő ember az orosz hadseregben jó formán. A saját veszteségeiket letagadják, ráadásul több szállították, hogy Putyin haldoklik, hogy rákos, éces, akármi, én már nem tudom hány verzió volt, nyilván ezek nem igazak és akkor egy kis földrajz, ha már én földrajzos vagyok, és mert ugye a háború az nagyon érdekes, mert a háborúban a propaganda is használja a földrajzot, meg hát nyilvánvalóan a földrajzi térben zajlik a háború, mert a pusztában mennek a tankok, és a városokban lövöldöznek. nagyon jó kép, ezt Magyarországon szerintem mindenki lát, ugye Novorusszia projektjét 2014-től 2022-ig ezzel reklámozták nálunk is az oroszok, fizetett hirdetésben Facebookon mindenki találkozott vele legfeljebb tovább lapozott. Ugye ez arról szólt, hogy hát itt oroszok laknak, és ezért az Oroszországhoz kéne csatolni, ez meg maradjon az Ukránoként. De ez tök jó hangzik, csak meg kell nézni a kategóriákat. Ez a piros, ami ugye ez az egész rész, ami a, a Novorusszia lenne, 25 és 74 százalék között jelzi. Hát azért nagyon nem mindegy, hogy a a negyede orosz, vagy a háromnegyede orosz, egyébként a negyeden. Mert ha megnézzük a térképet, az így látszik, hogy hát ez a nagy piros paca, hát ez azért nagyon nem piros. Itt vannak piros foltok bennem, tényleg a lakosságnak nagyjából negyede azon a részen orosz. De ott azért nem beszéltünk nem, hogy orosz többségről, de hát még, még fele, -fele sincsen. A, a, nyilván a Krimet meg a Donyesznek egyes részeit leszámítva. De érdekes, hogy ott van Mariupol városa, mi, ahol tényleg még a lakosság is védekezett az oroszokkal szembe, a színorosz város volt. Tehát ott az oroszok harcoltak az oroszok ellen, hogy megvédjék az ukránoknak az, ukrán, az a várost. Tehát ez az egy fun fact. Az az ukránokat se kell félteni, mert azért ők is szoktak hazudni. Hát például a Csernobili zónát beszínezték ukrán lakotnak, miközben tudjuk, hogy ott nem laknak. Meg a ruszinokat is ukránnak színezték be. De egyébként még bonyolultabb a helyzet egy kicsit ennél, mert ugye az, hogy valaki oroszul beszél, vagy ukránul beszél, az nem sokat jelent, mert az orosz meg az ukrán nyelv az elég közel áll egymáshoz. Ahogy Csehszlovákiában is rengeteg szlovák jobban megtanult csehül, mint szlovákul, mert a gyárakban a hivatalos nyelv a cseh volt. Ugyanígy volt az, hogy akik idősebbek, az orosz hadseregben szolgáltak, majd egy nagy gyárban dolgoztak, az orosz egyszerűen jobban megtanulták, mint az ukrán. Nekik az anyanyelvük ilyen szempontból az orosz, meg a használt nyelvük is, de az identitásuk teljesen ukrán. Sőt, ugye vannak a vegyes házasságok. Anyuci ukrán, apuci orosz. Hát azt tudja, hogy a gyereknek a, a, a anyanyelve ukrán lesz, az identitása meg vagy ukrán, vagy orosz felefele. -fele. Ha apuci ukrán, anyuci orosz, orosz lesz az anyanyelved, az identitása szinte biztos, hogy ukrán lesz. Tehát ez, ez nem lehet egyenlőségére tenni. Ez a felső kép, ez már az identitást mondja. Itt egyébként a magyar is egyből megfeleződik, mert a kárpáttaljai magyar anyanyelvűeknek a fele az magát a cigánynak valja, nem magyarnak. Ugye, ott romák nagy számban élnek. Egy másik dolog, földrajz. Ugye nálunk azzal etették a népet, nagyjából 20 éven keresztül, már a Gyurcsány kormány alatt is hivatalos propaganda volt, ez jelzem, tehát ez nem jelenleg kezdődött, hogy hát Oroszország így a, a, keresztény, fehér ember utolsó mencsvára, a normalitás utolsó védőbástája. Ez egészen addig jól hangzik, amíg az ember egy kicsit nem néz bele a hivatalos statisztikákban. Hogy, na, egyszerű példákat mondjak, Oroszországban nagyjából négyszer annyi az alkoholista, az abortusz, a vállás, a drogos, mint Ausztriában. Csak egy pár példát mondjak, ugye, a, mert akik ezt a propagandát tolják, az ezt a négy kategóriát nem szeretik. Olyannyira durva a helyzet egyébként, hogyha a Donetsk az önálló ország lenne hivatalosan, a Donetsk lenne a világelső, abszolút világelső például az abortuszok számában, 87,5% a terhességeknek abortuszban végződik, mert nem akarnak gyereket. ugye Ennek nagyon egyszerű oka van. Ukrajna egy nagyon furcsa ország. legtöbb ország olyan, hogy a főváros környéke fejlett, és hogy kifelé megyünk a városból, ugye egyre kevésbé fejlett. Hát Képzeljük el a fejlettségi lejtőt, mondjuk elindulunk Budapestől, és valahol kikötünk. Ukrajna nem ilyen. Ukrajnának a középpont közepe az nagyon fejletlen, amiből így kivilágít Kiev, és van egy gazdaságilag fejlett keleti része, a, ami társadalmilag meg tragikus állapotban van, hogy más nem mondjak, ott a tifusz, TBC, az mai napig létező betegség, amit mi már gyakorlatilag elfelejtettünk. Nyugat-Ukrajna, meg iparilag gyengén fejlett terület, viszont társadalmilag meg nagyon fejlett, sokkal jobb az iskolázottság, életszínvonal, fel annyi az alkoholista, hogy más nem mondjak. Annyira sok az alkoholista Ukrajnában egyébként, meg Oroszországban, hogy például mindkettő országban, jól emlékszem, 2011-ig például iskolába lehetett sört rólni. Mert a sör ott nem minősült alkoholos italnak, mert annyi alkohol az nem számít. Az. Ugye mondtam, hogy a háború egyik fő oka az belpolitika. Ezt nagyon egyszerűen lehet ö, követni. Ö, ugye a függőleges vonalak, azok mutatják a választásokat. Ez az orosz kormány népszerűsége, Putyin népszerűsége. Putyin akkor volt mindig népszerűbb, amikor éppen valakit bombázott, háborúzott. Ez most ilyen szempontból teljesen mindegy volt, hogy éppen mondjuk ugye... Ö, Ö, Grúziát bombázta, vagy Szíriában bombázott, vagy éppen a krimet, krimbe belovagolt. A, az -e? Ez egyébként érthető. Most ha belegondolunk, azért a Szovjetunió szétesése a legtöbb orosznak egy kb. olyan trauma volt, mint a magyaroknak annak idén Trianon. Ahogy azért a, mondjuk egészen szerintem a 70-es évekig a magyar lakosság az levette volna a kalapját virágokkal dobált volna bármikori magyar vezetőt, aki tartósan vissza tudja csatolni bármelyik elcsatort az országnak. Ugyanígy az oroszok is így vannak ezzel, ez semmi meglepő nincsen. Egyszerűen nagyhatalmisági igény az, az oroszoknak, mindig is benne volt, mint néplélekben. Néhány foga, ez lett volna, innentől lett volna az, igen, az Ádám része, meg a vita, a, ami azért is változik a diák színe, mert ahol piros színű a dia, arról az Ádám beszélt volna semmi köze nincs az ukrajnákhoz, meg az oroszokhoz, ez csak véletlen jöttek így a színek. Ugye négy alapszint használtuk piros kéket, meg a sárgát. Nagyjából a lényeg, amire ő akart volna kitérni, próbálom röviden összefoglalni, egyrészt kényszer van ugye Ukrajnában a magyar média szerint, ez nem igaz, Ukrajnában sorkatonai kötelezettség van, és honvédelmi kötelezettség, ez a világ összes országára igaz, Magyarországon is minden felnőtt embernek, a nőknek is honvédelmi kötelezettsége van. Például ennek alapján lehet ugye kiterjeszteni háborús helyzetben a katonai törvénykezést ugye az emberekre. Ü Ukrajnában nincs kényszersorozás, ott rendes sorkotani szolgálat van, és ez a nagyon könnyű kibúvót találni. Egyszerű példát mondok, mindenki, aki tanár, az instant kibúvót kap aki bármilyen ipari helyzet, helyében dolgozik, az kibúvót kap. Nagyon könnyű kibúvóhoz jutni. Ez csak azért, mert ez a három kárpátaljai magyar katona, ugye ez a rohandan, hegyi harcolnak egyébként pont a Bakmut környéken jelenleg, ők például mind a hárman tanárok, tehát ők felmentést kaptak volna a sorkatonai bevonultak. És például a középsen lévő ember, az telefonról, amikor hátra volt vonva a pihenőkre a, a, frontvonalból, mobiltelefonon megtartotta a, a, mobil megtartott a távoktatásban az egyetemi óráit. Tehát, hogy ez, ez, így működik. Egyébként egy magyar Facebook csoportban gyűjtést rendeztek nekik, és millió forint értékű eszközt kaptak ők. Tehát golyóálló és víztisztító készüléket, kötözött ilyeneket. Én egy ilyen gyűjtést egyébként felvetettem már, hogy érdemes lenne csinálni. Ugye nagyon fontos, a Zsoldos címkével vagdalkozik mindkét fél. Zsoldos az, aki pénzért olyan konfliktusba harcol, ami ilyen semmi nincsen. Na most a, a, azok a nyugati önkéntesek, akik Ukrajna oldalán harcolnak, azok nem minősülnek zsoldosnak, mert ők nem kapnak fizetést ezért. Ráadásul a legtöbbjük egyiket olyan, hogy a háború elején Ukrajnában élt, van ukrán letelepedési engedélye, innentől fogva ők teljesen validan léphetnek be a sorkatonai szolgálatba, és teljes értékű ukrán katonának minősülnek, nem zsoldosok. Ellenben azok a csoportok, amiket az oroszok például alkalmaznak, mint például ugye a Wagner csoport, abban szolgáló nem oroszok, azok ténylegesen a nemzetközi jog szerint zsoldósnak minősülnek, tehát például azok a szírek, akik most a Wagner csoport zsoldjában harcolnak. Ugye Háborús bűnökkel is vádolja mindkét fél egymást. Háborús bűnből egyetlen egyet sikerült eddig bebizonyítani. Mert amit nálunk itt elmondanak, hogy foszforbomba, Ilyen, ez, ez, ez nem igaz, ez, 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 ezek így ebben a formában nem háborús bűnök. Uh, amit sikerült bebizonyítani, az egy dolog, hogy az Ukrajnának az elfoglalt részéről a gyerekeket ezer szám hordták országba, hogy orosz gyerek nélküli családoknak odaadják a gyerekeket. Ez mivel a gyerekek elhurcolása és idegen nyelvre kényszerítése kimeríti a népírtás fogalmát, hiszen ha a gyereket elveszed, akkor elveszed a nép jövőjét egy hatos kategória van a népírtásra, ez az egyik belőle, és ezt sikerült bebizonyítani. Most ugye ez alapján adta ki Putyin ellen elvileg egy végzés, de hát ugye ez, ez soha nem fogják Putyint ez alapján tartóztatni, azt garantálom. Másrészt meg ugye ezt nem Putyinra bizonyították rá, hanem a Donetszki Népköztársaságnak a volt elnökére. Tehát ő valójában ő az, aki háborús bűnöket követett el bizonyíthatóan nagyon fontos azt is tudni, hogy az orosz hadsereg az valójában két teljesen különálló kategóriára oszlik. Ugye mondtam, egyrészt az orosz hadseregnek elég bonyolult beosztása van, mert külön van a szárazföldi haderő, külön van a légierő, a deszant alakulatok, a tengerészgyalogság, amit ők nem is tengerészgyalogságnak hívnak, mindegy. Vannak a nukleáris csapatok, külön van a légvédelem, stb. Ezt nem akarom végigmondani, elég bonyolult rendszer de mindegyiknek ezen belül, mind, mind, minden egyes ilyen kategórián belül, gyakorlatilag a VDV, tehát a ejtőernyős alakulatokat kivéve van a Profi, sor, profi szerződéses katonákból álló, viszonylag picin nagyon jó felszerelt, eszméletlen jó cuccokkal, tehát tényleg a világszintű legmodernebb felszerelése rendelkező alakulatai. Ugye nálunk a Spetsna az az ismert ebből a kategóriából kb., de Ugye, és ez a második világháború, erre Ádám hívta fel a figyelmet, hogy az ő dicsőség, mert ez második világháború is így volt, hogy az oroszoknál a sima hadosztályok, meg a gárda hadosztályok között égésföld volt a különbség felszereltségben is, meg harcminőségben is és ez mai napig így van, a, alakulatoknak lakulatoknak egy szignifikáns része szedett vedett sorkatonákkal a feltöltve, de az oroszok erőteljesen szeretik a kisebbségekkel, tehát ugye kibántja a kisebbségeket, az ukránok vagy az oroszok, hát az oroszok azok azt csinálják, hogy a mindenkori kisebbséget az besorozzák, az küldik a darádóba gyakorlatilag aknataposónak vagy golyófogónak, hát az ő képzettségük az a nullát veri. Tehát, a, a az úgy van kiképezve, hogy azokat külön megtanítják arra, hogy á, gyalogsági hogyan lehet három katonát leteríteni, három felfegyverzett katonát leteríteni ez, ezt tudni kell egy speciális katonának, ilyen szintű kiképzés. Ezzel szemben a sorkatonai nem meg úgy működik, hogy kapnak egy fadarabot, és még a, puska hangot is szábból kell hogy, Mint a gyerekek, hogy pu-pu-pu, mert arra nincs pénz, hogy golyót kapjanak. Most már egyébként van, de hát ugye főleg a, a, a és bocsánat, a, 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 rendszerváltás után időszakban ugye ott azért nem nagyon volt pénz. Hogy mennyire nehéz az orosz hadseregről beszélni, és akkor megint szavazunk, három kategória van, hogy háború előtti egy nappal a háború előtt mennyi tankja volt Oroszországnak. Ki arra, hogy 1900 darab tankja volt Oroszországnak? Senki. Egy. Ki szavaz arra, hogy 3800 darab harckocsija volt Oroszországnak? ugye? heten. És ki szavaz arra, hogy 13900 harckocsija volt? maradék. Ö, azt kiemelem, hogy van 200 olyan harckocsi, ami nincs hadrendben, mert ugye az vagy prototípus, vagy ilyen, például a T-34-esek, amikkel csak furikáznak nyilván a felvonulásokon, azt nem küldik ki. Mind a három, mindenkinek igaza van. Ugyanis Oroszországban három kategóriába sorolják a harckocsikat. Vannak a hadrendben álló harckocsik, tehát a ténylegesen a csapatoknál lévő harckocsik száma 1900 darab, 192 BTG-ben kicsivel több mint 1900, 1927, vagy valahogy így a harckocsik száma, ami tényleges műveleti készletem van. 3800 harckocsijuk, ami, hát régen nálunk úgy hívták Magyarországon, hogy zárult, tehát ez a raktárban lezsírozva várja azt, hogy valamikor Iván elmenjen érte kihozza a raktárból, és elvigye a csapatokhoz. Ebben már azért elég régi vasak is vannak, tehát itt az ilyen 70-es években gyártott haditechnikáról beszélünk nagy részén, de még egyébként 60-as években gyártott. Tehát 8, ebben, ebben már benne van 800 darab T-62. A T-62-nek a neve az nem a ez nem igazán jó, mert az valójában 61-ben kezdték el gyártani, nem 62-ben. 13.900 meg azok a harckocsik, ami összesen van az orosz hadseregnek, de be olyan is van, amiben már, már körülbelül a Brezsnyev alatt kiszerelték belőle a motort, vagy ellopták, vagy mit tudom én, a jelciniér ér alatt már körülbelül hidraulikát is kiszerelték belőle, mert elhordták az emberek. Meg aki, nem tudom, van-e itt olyan, aki életében próbált már bármilyen oldtimer autót felújítani, ami előtte egy húsz évig rohadt egy garázsban, vagy akár egy pannóniát, hát az pontosan tudja, hogy ez nem olyan, hogy ezt így csik, így. Tehát ez, tehát ez a 13.900, ez úgy néz ki, hogy ebből nagyjából 10.000, az olyan, hogy az ipari nagyjavítás kell ahhoz, hogy beinduljon. Hogy más nem mondjak, az ágyuk hátrasikról rendszer, az hidraulikus, Hát azt ilyenkor azt elég jól meg kell macerálni, hogy az aztán ne robban. Hát, Tehát, tehát hogy használható legyen, az, az egy elég érzékeny része a harckocsiknak. Egyszerű példát mondok, a műanyag vezetékek ennyi idő után megkeményednek, hogy megy a terepen a harckocsi széttesnek, azt ott ló robban le, vagy kigyullad az elektromos tűz miatt. Volt ilyen egyébként, hogy aztán pont a keletnémeteknél egy orosz harckocsi ezért robbant fel. Ak a veszteségekről még ennél is nehezebb, ugye ezt mondta, hogy erről mindkét fél hazudik, tehát mindig minden háborúban minden hazudik arról, hogy ő mennyi embert veszített el, és hogy ő mennyi emberét pusztított el az ellenségnek. Mindig hazudtak erről, hogy mennyire hazudtak, egy töketszerű példát mondok, a német tisztek azok eleve úgy kezelték a saját katonáik jelentését, hogy megfelezték. Tehát amikor a második világháborúban Hans bejelentett, hogy kilőttek kettő t 34 est akkor azt már egyből csak egynek számolták el. De ennyire nem bíztak a katonákban. Az oroszoknál még rosszabb volt az arány, tehát például innen jön a legendárja az ilkettes csat csata repülőnek, hogy az aztán halomba pusztította az orosz a német haditechnikát. Pár száz tankot lőttek ki valójában. mert egy orbotoros repülőgép, meg megy 300 km per val kis magasságban, nagyjából két tized másodpercig látja pontosan a célt, a, mielőtt tüzel, meg miután tüzel, Ah, nehéz megállapítani, hogy ezt most szétlőtte de vagy éppen csak a kötvény nem lesz arról a Panzer 4 esről Tehát ez nem azért volt, mert szándékosan az utakon, tényleg ennyire nehéz ezt sokszor megállapítani. Éppen ezért nagyon nehéz megállapítani, mik a veszteségek. Ami biztos, hogy nagyjából 30 ezer halottja van az oroszoknak, és 150 ezer a veszteségük a veszteség az mindig más jelent a haditechnikában, mint amire az átlagember gondol. A veszteségben nem csak a halottak vannak benne, mint a számítógépes játékban, hogy puf, 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 holtan összeesik. Ki be akarják tiltani a fegyvereket, azok ebből indulnak ki, hogy valakit meglőnek, az azonnal holtan összeesik. Valójában tízezer célzott lövésre jut egy halott. Ha profi lő, ha Jóska Pista lő, akkor meg inkább ez olyan 20 ezerből egy találat. Ö ami gyakori az inkább az, hogy például aknavető, lövedékek, bombák miatt, a repeszek miatt, a fémdarabok miatt, vagy egyéb más, szöges drót, vagy egyéb másokból megsérülnek az emberek, vagy lebetek, olyan mértékben lebetegszik, hogy tartósan akár egy évig kórházi kezelésre szorul, az is mind benne van ebbe a 150 ezerbe. Ugyanígy az ukránoknál a 110 ezerbe. De ami a lényegesebb hogy az ukránok egyébként az összes harcjárműnek majdnem a felét elvesztették, és az oroszok is 35 ot ez, ez ez a februári állapot, mondom, mert kb. ennyi idő, mire vissza lehet követni, hogy az, az úgy kb. biztos. ennél ez valójában sokkal több, mert ez csak az, amiről tudunk. Tehát ami olyan semmi kellős közepén aknára futott tank, és senki nem volt a közelébe, hogy lefotózza, az ebben nincsen benne, és az is nagy számban van. Mert egyébként a képeken látszik is, hogy egyébként a harcemű veszteségnek egy jelentős részét valójában nem a javelin meg egyéb dolgok okozzák, hanem a taposóaknak. Ugye békekötés, azt már mondtam, hogy ez a béketerv, ez tök jó. Igen, a kínai béketerv volt a kedvencem, mert a kínai béketerv az egyetemi béketer béketerv volt. A kínaiak elmondták, hogy ők milyen anyagoknak a szállítását követelik Ukrajnától, meg Oroszoktól. Ennyi. Tehát ez egy követelés, és volt, hogy ezt holnap től hozzánk kell punktum. Semmi béke, szó nem volt benne arról, hogy békét kell kötni. Ugye béketerv. Nagyon nehéz békét kötni, úgyhogy így néznek ki az ukrán városok. Színné vannak lőve, Ö, és az oroszoknál is azért eléggé haragudnak az ukránokra. Ne felejtsük el, hogy az ukránok is útjomban, ez a magyar médiában nem került be, száz szám követik el a akciókat Oroszországban. Tehát 60 valahány vonatot siklattottak ki, úgyhogy tönkretették a váltót, vagy a sineket megrongálták, és 60-nál több vonat siklott ki az elmúlt egy év, kicsivel több mint egy évben. Száznál abba hagytam például a robbantásos, meggyújtogatásos gyújtogatásos számát, amit az ukránok Oroszországban elkövettek. Gondolom, mindenki emlékszik még arra, amikor Szentpéterváron például a földgáz elosztott, robbantották fel. Volt olyan, hogy egy orosz reptéren robbantottak úgy az ukránok, hogy 20 darab olyan vadászgép megsemmisült, aminek a darabja 30 millió, már mint dollárban. Tehát, tehát, í, ö, ott az, í, tehát, tehát meg milyen nem embernek a béke. Tehát most őszintén az oroszok azért nem fognak békét kötni, mert ők támadásban vannak ugye éjszakon, az ukránok meg azért nem fognak békét kötni, mert támadásban vannak délen, és mind a kettő azt hiszi, hogy sikerülhet neki. Ugye következő dolog, amiről szeretné beszélni, szankciók, ugye ezek a, 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 a brüsszeli szankciók tönkretesznek minket, ez ilyen tök jó dolog. Működnek-e vagy nem? Egyrészt azt Tudni kell, hogy a szankciók nem 2022 óta vannak, szankciók azok 2014 óta vannak. Így kell nézni az időskálát. És egyből meg tudjuk mondani, hogy a, a működnek a szankciók az hazugság, a nem működnek a szankciók szintén hazugság, valami működik, valami nem. Mi működik? A technikai szankciók működnek, jelzem, jelenleg egy orosz autógyár működik, még a többinek le kellett állni a katrész hiányba. A műszaki szankciók is működnek, az armatát azért nem tudják gyártani az oroszok, mert az elektronikának egy jelentős része, de még a motorhoz bizonyos alkatrészek is európaiak voltak. Hát konkrétan francia, meg svéd alkatrészekkel tele volt az armata. Ugye mondtam a négy repülőgép de hogy egy szignifikáns példát mondjak, az oroszoknak sikerült eddig, mint olaj nagyhatalom, összehozni egy egész darab olajfinomító, ilyen tengeri olajfúrótor szigetet. Ez azért jó, mert ez egyébként egy Amerikából megvásárolt, a hollandok által felújított olajfúrótorogy, amit odahúztak az oroszokhoz, mert az oroszok mai napig olajfúró olajfúrótornyokat építeni. Oroszország nagy ország, Oroszország egy atomhatalom, de Oroszország sem technikailag, sem pénzügyileg, sem semmilyen szempontból nem nagy hatalom, egy középhatalom, mint az EU is középhatalom. Jelenleg két nagy hatalom van a virágon, tetszik, nem tetszik, ezt úgy hívják, hogy Kína, meg az USA. Ennyi. A többiek azok középhatalom. Viszont vannak olyan biztos szankciók, amiket nem gondolnánk, hogy mennyire oda vágtak az orosznak, az ezek biztosítások. Európai biztosítók, meg amerikai, japán stb. biztosítók nem kötnek biztosítást ö, hajókra, orosz hajókra. Hát innentől kezdve senki nem szállít orosz hajókkal. Az orosz hajózási rendszer az gyakorlatilag a csőd közelében van ami nem működik, az energiaszankciók, ennek egy, egy, egy tök egyszerű oka van, az energiaszankciók azok most léptek életbe 23-ban, tehát 22-ben persze, hogy nem működött az, ami most lépett életbe. Ugyanis földgáz elleni szankciók azok ö, december óta léteznek. Addig nem voltak életben. A, a, a lekapcsolásától azt várták, hogy az orosz pénzügyi rendszer majd jól meghasal, hát az oroszok meg fogták azt átálltak a kínai bankokkal való együttműködésre, na bum ugye, hát ugye azt már mondtam, hogy ez nem háború, háború, ez egy ilyen tök érdekes, ugye ez, a, ez, ez, megint ez a közös hazugságoknak a kategóriája, azért nem hívjuk háborúnak, mert ha háború, akkor nem lehet bevetni a tartalékosokat. Ugyanis az orosz törvények szerint az orosz tartalékosok csak Oroszországon belül, Oroszország védelmében vethetők be. Azért kell egy gyorsan elismerni a két tartományt, ugye Donetszket meg Luhanszkot, hogy be lehessen vetni a tartalékosokat ott. Ez ilyen egyszerű oka volt. Ha háborúnak nevezné ezt Putyin, azonnal ki kéne vonni onnan a tartalékosokat. Ezt meg nem teheti meg, mert a nem tartalékos haderő, amit mondtam, ez a pici erős profi mag, ez, ez pici. Ez, ez tényleg pici. ez ezt úgy kell elképzelni, hogy például a, a hivatásos állománya feltöltött BTG-k, ez nagyjából 160 zászlói harccsoportot jelent, ebben darabonként van 300 katona. A, a, tehát ennyi jóval több, tehát 700 fő van benne, de az a katona, aki tényleg kalasnyikovva, SVD-vel, vagy valamivel, a, vagy, vagy éppen RPG-vel a kezébe rohamra indul, amikor azt mondja a parancsnok, az nagyjából 300 fő. Tehát felszorozzuk, meg kiszámoljuk, hogy Ukrajna mekkora, akkor látjuk, hogy hát ez nagyon gyorsan elfogyna. Nem, nem, nem azért, mert az ukránok lelövik, hát ez nem lenne elég katona. Hát minden városonként jutna három orosz katona. Pff, a helyi rendőrök lehet nyomják őket ezért nincsen hadjállapot, és ezért nincsen teljes mozgósítás. Ugyanez igaz a nato -ra. ugye a NATO sem szereti ezt háborúként kezelni, ezt, ezt, ilyen, nem, nem is tudom milyen hivatalos megnevezése, de a lényeg, amire gondolok, hogy ugye a NATO az irgalmatlan mennyiségű fegyvert ad az ukránoknak el. Meg egy még nagyobb mennyiséget ad nekik ingyen. Egyébként ez nem jó biznisz, tehát egyébként ez minden kontrolóval ellentét, de ez az amerikai hadiparnak ez ráfizetéses, mert áron alul tudják csak odaadni, vagy egyáltalán nem is kapnak érte pénzt, vagy majd mit öt év múlva kapnak érte pénzt. A legtöbb ország egyébként azt csinálja, hogy a régi raktáron rohadó hidegháborús maradvány cuccokat odaadja Ü Ukrajnának. Konkrétan el kell képzelni azt, hogy olyan páncéltörő rakétákat kaptak, mit tudom én, a a szlovénektől, ö, bocsánat, szlovákoktól a, a, az ukránok, amik ilyen 50-es évek belé a mi népszabadságnak szlovákiai megfelelőjébe volt becsomagolva. Tehát közel száz éves tudszokat, sok esetben. Egyébként működnek, mert 82 mm-es az 82 mm-es tehát ez működik, csak hát itt olyan penészes ládában van, hogy én vegyvédelmi ruhába fognám csak meg legfeljebb. A modern haditechnikából, az említett Szent Javelin, ugye Ukrajna védőszentje a rakéta után, ö, abból alig van egyébként, tehát azért, az, az nagyon túl értékeli a média. A valójában, hogy az ukránok legnagyobb arányba kapnak, az ez, a megjáratott, lepusztult haditechnika. Tehát ezek például olyan azért homok vannak festve, mert a legtöbb cucca, amit az ukránok kapnak, az semmi más, mint amikor az amerikaiak kivonultak Irak, Irakból, Afganisztánból, ö, Hát, ugye, a Szíriának a kurd részéről, meg egyéb helyekről, akkor ezeket ledobták egy-két helyre a világon ilyen raktárakba, és mondták az ukránoknak, hogy küldjenek el egy terhajót, főpakolták a terhajóra, azt vitték Ukrajnába. Sajnos az ukránok azok elkövették azt a hibát, hogy hát spóroltak, vagy hát ellopták, ezt már utólag nehéz megmondani, de ezeket át se festették. Tehát amikor az ukrán pusztába, a sivatagi sárgába kirobogtak a, a BTR-rel, vagyis a, a Bradley-vel, kicsit megkönnyítették a bocsánat, nem redlive Hammerre kirohantak, az sárga Hammerre kirohantak az ukrán pusztába, azzal megkönnyítették az oroszok dolgát. Egy másik része meg ugye Ázsiából jön, az meg majdnem ilyen fekete, olyan sötét zöldre van festve, az sem, sokkal jobb egyébként. Magyarország segíti az ukrán hadsereget, ugye ez a nagy kérdés. Ki szavaz arra, hogy a magyar hadsereg segíti az ukrán, vagy magyar állam segíti az ukrán hadsereget? Ki arra, hogy amúgy süttyomban igen? Ki szavaz arra, hogy a kormány igazat mond, és nem segítünk az ukránoknak? Senki. Hú. Na hát itt minden ért a témához. Valójában Magyarország nagyon sok módon segíti az ukrán hadsereg, ez ugye azt már mondtam, hogy gázolajt küldünk, viszont fegyvert nem küldünk. Fegyvert nem azért nem küldünk, mert nem akarunk, vagy mert Orbán Viktor úgy döntött, hogy nem küldünk, vagy bárki a magyar kormányból úgy döntött, hogy nem küldünk. Ettől tök egyszerű oka van. Ezt a gyurcsány kormány az összes olyan fegyvert, ami nem a minimum, tehát van egy minimum, ami a NATO szerződésben, mennyi az a minimum fegyver, amivel rendelkeznünk kell. Ami ezen felül van, az az összes fegyvert a Gyurcsán kormány adatta Iraknak annak idén. Kóta, ugye az iraki szerepvállalás. Nincs mit odaadnunk. A, a leopárdok még nem jöttek, meg a, csapa, a linkseket most kezdik gyártani. Hát a 12 grippent tudnánk odaadni, de hát az meg nem lenne jó ötlet. Szóval nem, nem tehát ha akarnánk, se nagyon tudnánk mit odaadni, tehát ilyen szempontból teljesen meg kell védenem a magyar kormányt. Nem azért, nem, nem tudunk fegyvert adni, mert nincs. Egyébként nagyon sok EU-s, meg NATO ország van így, nem csak mi. Áttengedette Magyarország a területén fegyvereket. az arra, hogy igen? Hú, mindenki. Rájöttetek a kérdéseim logikájára. A legelején egyébként rengeteg bulgár fegyver az a Magyarországon keresztül ment Ukrajnába. Meg török repülők is Magyarországon keresztül repültek be Ukrajnába a Bajraktár drónokkal. Támogatja-e Magyarország a szankciókat? Na, ez már egy fogósabb kérdés. Ki az, aki szerint nem? Senki. Ki az, aki szerint Magyarország támogatja a szankciókat? Persze, hogy Magyarország az összes szankciót, NATO-s és EU-s döntést megszavazott kivétel nélkül. De, de, de ami alul nem kaptunk felmentést, azt is mind megszavazták. De egyébként mondtam, a gázos az ilyen szempontból irreleváns, mert a gázos nem is volt érvényben. Tehát, tehát a gáz, gázos szankció az abban az időszakban, amikor mi az oroszoktól vettük a gázt, e, tonnaszám, ugye azzal vannak most feltöltve a tározók, akkor mi nem is volt érvényben a szankció. Meg volt szavazva a szankció, de, de mi nem volt érvényben. a, jön a Igen, igen, igen. Már a vége felé járunk. Erről nagyon röviden, igazán egy dologról szeretnék beszélni. Magyarországnak két tök jó lehetősége volt. Egyrészt az, hogy a kárpátaljai magyarok úgy átmenekültek Magyarországra, és be lehetett volna integrálni őket a magyar munkaerőpiacba, sajnos nem igazán jött össze. De ennek még, az, hogy mivel régóta tart a háború, átjöttek Magyarországra, itt már van munka, lakás, kutya, stb., bár nem fognak visszamenni. Tehát gyakorlatilag a háborúnak egy nagyon szomorú következménye, hogy a kárpátaljai magyarság az gyakorlatilag meg fog szűnni. Sajnos páran azért, mert meg ténylegesen meghaltak a harcokban, Na, a többség az meg az mert átjött magyarországon. Egy kicsit beszélnék a hat tudományról, erről nagyon röviden, mert tudom, hogy ez nem mindenkit érdekel. Egyrészt ami nagyon érdekes, ilyen hat -tudományi újdonság ennek a háborúnak, ugye mindenki alatt hogy a tank az már ilyen rossz, mert halomba lövik ki a tankokat. Jelzem, a repülőgépekről, meg helikopterekből arányában többet lőttek ki. Gyalogságból már még rosszabb a túlélési arány, tehát egyébként valójában a tankok jól szerepelnek. Egy baj van a tankokkal, Se az orosz, se az ukrán tankok nincsenek felszerelve aktív elhárító rendszerekkel, vagy egy részük el van, fel van olyan, ami teljesen hatástalan a mostani rakéták ellen, mert a, egy sokkal korábbi rakétatípus típus ellen voltak kifejlesztve. A, a aktív rakétavédelemmel ellátott ö, ilyen harckocsikat nem lehetne itt tarolni. Tehát amikor már kijönnek az új generációs európai, amerikai, japán stb. tankok, azok ellen ez már nem fog működni. Ö, légi fölé nyelvesztésétől a második világháború óta német mintár, hogy mindenki veszettő rettegett, és kiderült, hogy eddig ez az ukránokat annyira nagyon nem zavarja. Ez annyi, ez annyi, a lényeg, hogy nem tömött sorokba rohangálnak a katonák, hanem 30 méterre egymástól, hiába dobnak lájuk egy bombát, vagy egy gépágyú beléjük lő. Lehet, hogy egy katona megsebesül, vagy meghal, de ő érdelemben a szakasz, vagy század szinten nem okoz nagy veszteséget. Meg az ukránok megtanultak például azt, hogy a harckocsikkal nem a főúton mennek, hanem a főút mellett az á a fák árnyékába. A másik, hogy a bombázással való megtörés az egy ilyen, állott, ilyen szent tehenne volt a hat hogy ha egy országot jól nagyon bombázunk, akkor az majd így a népesség megadja magát. És, és soha nem jött össze. Ez nem jött be a második világháborúba, pedig a németek is, meg az amerikaiak is megpróbálták. Hát, hogy más nem mondja, Dresda nem jött be. Japán ellen se jött be, mert valójában a japánok se a két atombomba miatt adták meg munkat, ami a hanem azért az oroszok az egyik szigetet, ugye, ami mai napig vitatárgyát képezi, azt nagyjából visszakézbe pofozták szét a teljes japán hadsereget ott. És gyakorlatilag a japánok olaj, meg fegyver, meg katona nélkül maradtak a szigeteken, azért adták meg munkat. Mert a hagyományos bombázás ugyanannyi ember tölt meg a japánoknál, tehát Tokiót, Sima gyújtóbombával ugyanúgy megszorták és ugyanannyi ember halt meg, mint a két atombombátó. A másik, hogy ö, nagyon veszélyes valaki észi a propagandáját. Ugye mindkét ország nagyon nyomta a siker propagandát, ugye? Az oroszok azok úgy adták, hogy fú, hát velünk nem lehet kötekedni, mert jönnek az armaták, meg a pakfák, aztán a lopakodók, meg az új generációs tankok, azok szétlőnek mindent. Hát csak aztán kiderült, hogy mesztelen a király, mert van egy nagyjából egy tucatnyi pakfa, amiből még egy pár darab az nem is sorozatgyártott, tehát nem, valójában nem is lopakodó. Hát állítólag most már talán összeraktak 30 működőképes armatát, és az első zászlóért most már bevetik Ukrajnában. Állítólag. Még, még, senki nem látta, de állítólag már igen. Ö, és ami a legfontosabb, mai napig ugyanaz az első világháborúban, a gyalogság és a tüzérség dönt. Erre pár példát hoztam. Csunyákat nagyon nem fogok mutogatni azt mondtam, hogy az orosz hadsereg két félből áll, és én most csak a rosszabbik feléről fogok beszélni. Tehát, amit én most elmondok, ez a jó képzett alakulatokra nem jellemző, csak a sorkatonákkal feltöltött alakulatokra. A sorkatonákkal feltöltött alakulatokkal az a nagy baj, és például vitatkoznék mindenkivel, aki be akarja Magyarországon vezetni a sorkatonasságot, hogy a sorkatona az arra ki van hogy tud egyenesen menni a tankkal, meg úgy fordulni, hogy nem megy neki semminek. De már arra, hogy ő műveleti szinten, a század szakasz szinten bevetve működjön, arra már nem alkalmas, és mi volt? szép livasorba mentek az orosz tankok, oldalról az összeset kilőtték három perc alatt. Itt egy egész BTG-nek az összes harckocsia ott maradt. Itt meg az volt, hogy ta aknára futott egy tank, mit csinált a másik, az egy BMP gyalogsági harcszermi, hát kikerült, és az is elment egy aknára. A sorkatonák ilyeneket csinálnak. Aztán meg elmenekültek a fenébe. Ez, ez, ugyanez még durvábban, oroszok támadnak hol, a susnyás mellett haladnak libasorba. Hát ha a második világháborúban az oroszok így harcoltak volna, a, a német az azok pesgőt bontottak volna Zsukov emlékére, mert e, itt, itt, itt megint egy egész zászlóajnak az összes hartkocsi ott maradt négy perc alatt. Itt ezeket ugyanilyen volt pár nappal később, akkor meg megpróbáltak hosszába átmenni az erdőn, a tankok fel elakadtak időlt fákon, és az ott maradt. A másik fel, amint átért a fasoron, azonnal kapott egy rakétás találatsort, éppen kiérsz az erdőből. Kibúcskázó belőle, próbálod nem, nem kihányni az összes reggelit, meg vodkát, amit kaptál a morál javítására, és már kapott szemből a rakétákat. Arra nincsen időt, hogy körbenézze, hogy honnan lőtték ki. Tehát a felderítés totális hiánya. Tehát ez, ezek hatalmas nagy taktikai bag, ez, ez a sorkatonákra jellemző. Meg vannak ilyen vicces dolgok, ugye a, a kamuk. Ö, mindkét oldal használja azt, hogy, hogy, hát az oroszok inkább azt használják, hogy ilyen marha régi haditechnikákat kiraknak ide-oda, jobbra-balra, még arra is figyelnek, hogy hordók, meg olyan cuccok legyenek ott, amik életűvé teszik. Ez azért jó, mert az ukránok erre előnek egy halom rakétát, akkor nem marad rakétájuk az igazi cuccokra. Ráadásul ezt a kilövik, nem történik semmi, lefestik újra zöldre, aztán odébb tolják egy kicsit, azt megint rá előnek egy rakétát. Az ukránok ezt egy kicsit magasabb szinten űzik, ők lufit rendeltek. Egyébként ezt egy angol cég gyártja. Egyébként olyan szinten frankók ezek a lufik, hogyha ha itt van a motor, amit egy kis generátor hagy, tehát még hőjele is van, tehát úgy néz ki, mintha igazi lenne, mert az infrakamerán a motor helyénél hőjelet ad le. Maga a háború az jelenleg a valóságban így néz ki, teljes, mint az első világháború. Mit látunk? Hát, fákat nyilván, meg csikokat a földbe, ez semmi más, mint a jó kis ukrán csernyezom talajba bevágott árkok, lövészárkok, ott szépen, ha megnézzük, ott vannak a lövészárkok, mindenféle állások. Kicsit így megjelölöm, hogy könnyebb legyen követni. Az ott a külső ö, védelmi vonal, teljesen, mint az első, első világháború, mindenki tanulta, hogy nézett, ugye a lövészárok háború. Itt vannak a lövészárkok, meg a harckocsi akasztó árkok. Ezt úgy kell, ásnak ástak egy olyan árkot, ami négy méter széles, két méter mély, akkor neki megy a harckocsi, level egy az árokba, mivel találja magát szembe egy három méteres fallal gyakorlatilag. A világon nincs olyan harckocsi, ami ezen átmenne. A magyarok egyébként leghatékonyabban például az erdei harcokban az orosz T-34-esek ellen így védekeztek, mert a magyar 40 millis páncéltörő ágyuk semmi nem értek a T-34-es ellen. Tehát ez nem újdonság. Mögötte van aknamező, és akkor ez a piros a lényeg, ott vannak szépen, úgyhogy jól látszik, itt kevésbé látszik, ott a fák közé van beásva a lövészárok. Pár fotó így, hogy ez hogy néz ki. Ugye ez a harckocsi elhárító réteg, ez, ez egy félkész állapot, tehát ez a végén ez ilyen ék alakú. Ezen nem tud átmenni a harckocsi ö, előkészítés nélkül. A, maga a szöges drót, hát ugye ez elég profi szinten van tolva. Úgy maguk a lövészárkok, az tényleg ez a klasszikus, mint az első világháború. Tehát azt tudni kell, hogy ez a háború, ez olyan, mint ez, ez, ez Verdun. Tehát teljesen ugyanazon a logika mentén működnek most a harcok Bakhmut környékén, mint az első világháborús csaták. Annyi, hogy egy kicsivel jobbak a tankok, meg a repülők, de de a lövészárok, meg minden más téma. Utolsó földrajzos dolog, amit behoznék. Városi széterülés vagy szuburbanizáció az minden városra jellemző. Budapesten, a, a hát gondoljunk az egész budai oldalra, vagy vecsésig, ami van, gondoljunk a Szeged környékén, vagy Győr környékén, milyen kis kertvá, kert, családi házas övezet van. Egyébként na, itt van Harkovnak a határa, nagyjából itt meg az orosz támadás, hogy így húzom a vonalat. Ö, hát, ugye az ukrán szuburbanizáció az még egy fokkal viccesebb, mint a magyar, mert itt még betonút sincsen. Nem, hogy kétszer-két sávos, még egy sávos betonút, ez föld. Na most gondoljunk bele, hogy az idei tél az nem volt túl száraz és nem volt túl hideg. Nem fagyott meg, ellenben volt vagy két méter sár a városon belül. Ne felejtsük el, fiatalok kedvéért mondom, az umerek, Magyarországon. 90-es években betonozták ám le a panelházak közötti utakat. A panelházak előtt azok a kis vasdarabok azért vannak csomó ilyen kirakva bejárat mellett, azok a sárkaparók voltak, mert a panelházak között nem betonút volt, hanem ugyanilyen földút volt, és két méter sár volt a téli időszakban, és azokon a vasdarabokon lehetett lehúzni a cipőről a sarat. Fun fact. az, az ukránoknál nem betonozták le 90 után hanem ugyanúgy megmaradt a sár. Tehát ott, amikor arról beszélnek, hogy az orosz, ukrán meg az orosz sárban elakadnak a járművek, azt nem csak kintre a pusztára kell érteni, hanem még a településeken belül is. Ráadásul egy dolog, hát ezt megnézzük, ez az utat, ez, ez nagyon jó esetben van KB, hát így három méter, ugye? Ez, ez egy, az egy szempontból problémás. Egy T72 az több mint három és fél méter széles. Itt konkrétan nem fér el egy harckocsi a kerítések között itt éppen elfér, de már nem nagyon tud mocorogni. Ha ezzel akad, nem lehet megkerülni. Hát az összes ukrán mesterlövész és páncéltörő rakétásnak a szívügye volt az, hogy ide az oroszok bejöjjenek. Itt szó szerint az volt, hogy tízfős fős rajokkal szét lehetett kapni egy zászlóajnak a támadó ékét. Ez egy dolog, a, nem kell elolvasni az egészet, itt különböző páncélozott járművek, harckocsik, tüzérség, stb. A lényeg az, ez a középső szám, az oroszok mindenben a, a gyalogság kivételével egyébként sokszoros túlerőben voltak. A, a stratégiai tüzérségben például 50-szeres túlerőben vannak az oroszok. Ez azért nem működött, mert ugye szuburbiában ezzel somá, sokra nem mentek. Helyette mi volt? Első világ, amit mondta első neki küldünk 3000 ivánt, és abban bízunk, hogy az ellenségnek hamarabb elfogy a lőszere, mint nekünk az ivánunk. Ez ennyire leegyszerűsödött, és ezért volt az, hogy az oroszok mit csináltak? elkezdték ugye a, 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 a börtönökből a katonák, embereket besorozni katonának. Ez egyébként ez nem az oroszok sajátossága. az amerikaiak az iraki háború eljött ugyanígy a 2003-as iraki háborúban pont így töltötték fel a hadsereget. Az összes olyan amerikai börtöntöltelék, aki nem gyilkosságért vagy valamilyen súlyos bűncselekményen ült, hanem bármi enyhébér, az elcserélhette fél év iraki szolgálatért a börtönbüntetést ez visszamenőleg egyébként még a monarchiában is megvolt. Ott már egy szőkebb kategória volt, hogy mivel lehetett kiváltani a katonaságot, milyen bűncselekményeket, de ez működött. Másik az, hogy hát nyilván ezek aztán tragikusan rossz felszerelést kaptak. Mi lesz a jövő, ha egyszer lesz béke? Most hipotézisként tegyük fel, hogy idén össze lesz béke. azért mondom, hogy lesz, mert, ő, amit mondtam, olyan ütemben fogy a haditechnika mindkét oldalon, hogy őszre elfogy ott már tényleg a kézi fegyverek, meg a gránátok maradnak, meg a balták, fejszék, stb. Voltak országok, ahol ez nem okozott problémát, mert például ugye a hutuk meg a tuszik, mikor elfogyott a fegyver, neki álltak konyha és ezt feldarabolni egymást ugye, annak idején Ruandában. Tehát volt már rá példa. Egyrészt Oroszország, ugye mondtam, egy középhatalom, Kína erő, tehát ahonnan most Európa eljött, mert nem figyel oda, mert Ukrajnára figyel, meg oroszok, ahol eljöttek, mert ők is Ukrajnára figyelnek, azt mindent felvásárolt Kína. Tehát Kína az olyan szinten vásárolta fel Európát, hogy ahhoz képest a rendszerváltás után az, hogy a németek megvették a magyar ipart, az kutyafüle volt. És ez két dologgal jár. Egyrészt az Európai Unió az teljesen kiesik a középhatalmi státuszból, és Oroszország is ilyen lokális hatalom, vagy nem tudom, a jó kategória rá. Tehát ez a, már nem az MB1-be leszünk, nem is az MB2-be, hanem a megye 1 Focsiasolattal élve, és nagyon sok háború lesz. Mert ez viszont meg a kínaiak fognak rengeteg proxy háborút indítani. És egy jó dolog, amit földrajzosként szeretnék mindenkinek, a világ így néz ki. Nem úgy, nem, mi térképeink, a mitérképeink mind rosszak. Nem a Csendes-óceánt kéne kettévágnom, hanem az Atlanti-óceánt. Mert a világnak most jelenleg ez a lényeges része. Itt történnek az igazán fontos geostratégiai dolgok. És, és mi vagyunk a szélén. Van egy ilyen rossz hírem. Tehát a, a mi térképeink, amikor Európa volt középen, az mondjuk a, a, a gyarmatosítás korában igaz volt. Meg még talán a második világháborúban. És világhatalom az hogy néz ki jelenleg? Ugye Kína és szövetségi rendszer, ami fontos, -e, nem szabad elfelejteni, hogy amikor azt mondom, hogy Kína, akkor az nem csak Kínát jelenti, hanem Kínát és a szövetségeseit. Tehát abban például a Vietnámot bele kell érteni, Észak és koreát stb. Amikor az usa mondom, akkor sem csak az usa kell gondolni, az, USA, mint hatalmi tényező, abban benne van egyébként. Anglia, Ausztrália, Japán, Dél-Korea, hogy más nem mondjak. Meg körülbelül az összes olyan banán közösseg, aminek éppen amerikai által lefizetett elnöke van, nem oroszok által lefizetett elnöke. Oroszország elszigetelődik. Én ezt állítottam, egy bizonyíték, ugye ez a legutóbbi ENSZ szavazás az ukrajnai háborúról, kitámogatta Oroszországot, azt én jó pirosra kiszíneztem, ugye a sárgákat tartózkodnak. Kitámogatta Oroszországot, hát ilyen hatalmak, világhatalmak, mint hát Eritrea, Mali, összesen öt ország szavazott az oroszok mentén. Ez azért sokat elmond. Tehát sem az oroszok, sem az EU nem fog ebből már jól kijönni. Én ennyit szerettem volna mondani, és akkor most a kérdésekkel dobáljon meg mindenki nyugodtan most elmondom a felvétel kedvére a kérdés, hogy az egyik az az volt, hogy Putyin az valójában Putyin-e? Ha Putyin, akkor miért volt ez a nagy változás? Most lerújtottam a kérdést. mik az okai ennek a személyiségváltozásnak? Másik pedig az, hogy nincs egy kicsit túl misztifikálva a magyar, kárpátai magyarok részvétel a háborúban, illetve hogy a magyaroknak az ukrán háborúhoz való hozzáállása az mennyire fontos. Putyinról egyébként nagyon nehéz bármit mondani, mert, mert ugye a, 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 az, a, tehát az oroszok azok mindig nagyon ügyesen figyeltek arra, hogy ők nem csak propagandát toltak, hanem ellenpropagandát is. Tehát, hogy ők mondtak át vagy bét, hogy valami így van, vagy úgy van, akkor azt tudja, hogy elmondták úgy is, hogy az húszszorosan úgy van, meg elmondták úgy is, hogy mínusz tízszeresen úgy van. És ezért nagyon nehéz bármit gondolni. Én, én, én arra gondolok, hogy egyébként valószínűleg arról van szó, hogy egyszerűen ahogy az idős embereknek a viselkedése megváltozik, ugye minden idős ember, senkit nem akarok megbántani, én is ilyen leszek biztos, az kicsit hátlisabb lesz, és egyre jobban makacsabbak lesznek az emberek. Ez valószínűleg ennyi az alapja, és ugye erre jutott rá ez a 2012-es válság. Én ezt nem misztifikálnám túl. Putyin az Putyin, tehát én ezekbe a konteukban nem hiszek. Én megmondom, hogy azt se hiszem el, sokan mondanak, hogy Putyin az indott el a háborút, mert halálos beteg, és még le akarja tenni a névjegyét. Én ezekben nem hiszek. Tehát szerintem ezek ilyen. Ez ilyen hogy mondjam, a Facebook kommentmezőn ez jó hangzik, de teljesen tudománytalan és alaptalan. A másik kérdés, hát ez egy jó kérdés, mert egyébként pont a kárpátaljai rohamdandár az egyik legsikeresebben működő alakulat, viszonylag kevés veszteséget szenvedtek a sikereikhez képest, tehát hogy ilyen szempontból nincs túlmisztifikálva. Abból a szempontból igen, hogy ennek a rohamdandárnak körülbelül a, a hát a negyedét adják a magyar anyanyelvűeknak maximum, és ez, sőt, ma, azóta kevesebbet is, mert ugye a veszteségek feltöltése az már ukrán anyanyelvűekkel történt meg. Ráadásul ebbe a magyar anyanyelvűek, így mondtam, az egy, majdnem a fele az valójában nem magyar etnikumú, hanem magyar anyanyelvű kárpátaljai roma. Akik egyébként még kulturálisan sem magyarok, tehát ők nem olyanok, mint a magyarországi romák, hogy ők amúgy magyar identitásúak, vagy, tehát a magyar kultúrkörhöz tartoznak, csak, csak van egy kis különbség, ilyen kulturális különbség, hanem ő, 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 ők, Ruszin identitású cigányok alapvetően, csak, csak egyszerűen az a monarhiához, meg hát ugye a, Magyarországhoz tartozás miatt nagyon sokan beszélnek. Ez tök érdekes, mert például a ruszinok közül is nagyon sokan beszélnek magyarul. Tehát az, hogy Kárpátalján valaki vetett a és tud magyarul, az még simán lehet ruszin. Tehát erre nem tudok válaszolni az igazság. Tehát ez annyira bonyolult kérdés, hogy ez, ez ez, 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 valószínűleg ki kéne menni és egyesével megkérdezni az ott ott, 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 szolgáló katonákat. A magyar államnak a háborúban való fontossága az, hát nulla. Tehát valószínűleg ez arról szól, hogy a, a, a és én ebben most ilyen szempontból teljesen védem Orbán Viktort, Orbán Viktor azt mondja ki, amit az európai jobboldal nem mer ki mondani. De ezt gondolja. Tehát, tehát, hogy mondjam? tehát ez a háború most ha, ha a ideológiák szintjét nézzük, akkor ez arról szól, aminek nincs köze a valósághoz, hanem ez a politikai habos közegben ez úgy néz ki, meg a, a Facebook kommentmezőben, vagy, vagy Twitter kommentmező sem több mindegy, országonként változó, hogy éppen melyik a legnépszerűbb. Ez, ez úgy néz ki, hogy a, 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 a jó, fehér keresztjén értékrendet védő oroszok, ami tök vicces, ma az oroszok többség egyébként már három nem keresztény, és prohatul utálja a római katolikusokat, ugye a vallásszakadás az náluk sokkal jobban megmaradt a tudatba. Ö, és a, a jó kis, ilyen, ez a liptard nem váltóvodások közötti háborúként élik meg, vagy fordítva, hogy a, a büdös izé és útjó ázsiaiakat most jól nagyon verjük, mi fejlett európaiak. Nagyjából ez a két izé, hogy mondjam, ilyen Facebook-komment mezőszintet idéztem most. De ez ilyen tök jó, meg ez, ilyen átélhető az embereknek, hogy, hogy ezért is veszik be ezeket a kamukat valószínűleg, mert tökre szeretik az ukránokat szidni, de amikor ők az ukránokat szidják, akkor valójában nem az ukránokat szidják, hanem a saját országuknak a liberális politikusait, akik meg az oroszokat, azok meg nem az oroszokat szeretik, hanem a saját szélső jobb oldalukat. Ez Magyarországon is igaz, franciáknál az biztos, hogy így igaz. Ez e, e, kicsit ez a gondolatvezérelt. Egyszerű példát mondok. Felmész egy haditechnikai magazinra, bármelyiknek a blogjára, a Facebookjára, tök mindegy, csoportba, HTK-ra, kerekasztalra. Aki hadi oroszmániás, az csak és kizárólag az orosz hadseregnek, nagyon jó felszerelt, nagyon profi részéről hajlandó beszélni, amit az, a VDV, meg az ilyennek. Aki meg nyugati szemléletű, az meg csak a rossz részéről hajlandó beszélni. A teljes képről senki nem hasonló hajlandó beszélni. Szerint, és és ezt teszi ezt a háborút egyébként ennyire ilyen furává, a, 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 hogy, hogy a, a, ami a háborúban történik, és ami a médiában, és most ilyen szempontok, mindegy, hogy a liberális vagy a konzervatív média, most akár Amerikára, a Fox News vagy a CNN, az két teljesen külön univerzumban zajló, két teljesen külön háborúról beszélni, nekem köze nincs egymáshoz. Tehát ilyen alapon beszélhetnénk kivilendés és a csúnya a, 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 australonézek háborújáról. Következő kérdés. Ö, működik? Nem, működik. Ködik de nem de működik. Most már működik igen jó lehet. Tehetett -e, volna valamit az unió vagy az USA az ukrán nacionalizmus ellen mert az most már terült magas dolgokat csinál. Gondolok itt irodalmi művek betiltására. Már. Szerintem lassan a dió se lehet előadni Ukrajnába. Ennél egy kicsit bonyolultabb a kérdés. Hát, ö, egyrészt ezt tudni kell, hogy ez az irodalomhoz való hozzáállás, ez, ez nagyon más a volt Szovjetunió területén belül, ez a szovjet hagyományok. Tehát például a, az ukránok, ahogy az ukránoknak létezik egy olyan irodalom, amilyen full un, alternatív univerzumban létezik, ahol az ukránok az atya úristenek. Egyet semmi se különbözik ez attól, mint akik szerint a Jézus magyar nyelvű pártus herceg volt, hozzáteszem. Ö, ez, ez megvan az ukránoknál is. Az oroszoknál ez, ez olyan szinten durra, hogy a több százezer könyv jelent meg olyan témába, amilyen alternatív valóságban játszódik, ahol a Hitler az a Stalin mellé állt, és együtt lesöpörték Amerikát, és nincs is Egyesült Államok már. És ebben a fiktív univerzumban játszódik több százezer ang... 000... Tehát azok az Ukrán, Ukrajnában harcoló orosz sorkatonák, akiket most bevittek a pusztába, ilyen könyveken nőttek fel. Tavaresi Hitler. Konkrét könyv. Hitler elvtárs. Ami arról szól, hogy egy időutazó meggyőzi Hitlert, hogy legyen komcsi és letarolják az usa -t. Az ukránoknál is létezik ez, igen. Egyébként az ukrán nacionalizmus az nagyon el van túlozva. Tehát egyébként a, például az ukránokat nagyon sokszor mondják, hogy az a csúnya, gonosz ukrán nyelvtörvény be akarta tiltani az orosz nyelvet. Ez tök jó, csak azt a nyelvtörvényt soha nem fogadta el senki. Az egy törvény javaslat volt, ami megbukott az ukrán parlamenten. Nem ment. Kiev soha nem fogadta el azt a törvényjavaslatot valójában. A, az ukrán nacionalizmust nem letörni kellett volna szerintem ilyen szempontból, hanem edukálni. Teh tehát, hogy ne kevésbé sovinista legyen, és inkább. A, a, magyar nacionalizmusnak is az a része az tök jó. Hát, hát, én is marhán szerettem a magyar zászlót, szerintem a miénk a világ legszebb himnusza, nyilván ez teljesen szubjektív dolog, oda meg vissza vagyok a, 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 második világháborús magyar haditechnikáért, szerintem biztos, hogy nem volt a legjobb tank, de hogy a legszebb volt a toldi, az tuti. Meg nyilván mind én például jártam ijászkodni, tehát én, én tökre szeretem ezeket. De ugye nálunk is megvan az a fajta része a nacionalizmusnak, ami arról szól, hogy mindenki, hát ez a soviniszta része. Tehát ez a mindenki kapja be, mert mi vagyunk a kiválasztott nép, és ö, stb. Azzal van a baj, amikor ez túlsorba kerül. Az ukránoknál most nem ez zajlik. Az ukránoknál a, a, jelenleg a nacionalizmus az nagyjából azt az irányt vette fel, ami nálunk 1848 után volt. Tehát ezek a háborús sikerek iránti büszkeség. Tehát, hogy mi büszkék vagyunk, mondjuk, kosútra, Széchenyre, vagy a bármelyik hadvezérünkre, mondjuk Bemre, vagy akár Petőfire, a, az történik most az ukránoknál. Ilyen szempontból tökéletes, mert az ukrán népnek a mindenkori baja az volt, hogy egyetlen egy Nemzeti emléke volt az ukránoknak. A holodomor, amikor az oroszok elvitték az összes élelmiszert Ukrajnából, és millió szám haltak éhen az ukrán. De gyakorlatilag az ukrán családok úgy néztek ki, hogy aki megetett a nagyobbik gyereket a kisebbik gyerekkel, annak életben maradt egy gyereke, a többiekének meg minden gyereke meghalt. Ez nagyjából így nézett ki a holodomor. Ö, ö, ez, ez volt az egyetlen közös emlékük. Most viszont az összes ukrán katona, aki valamilyen harci sikert elér, az olyan lesz nekik, mint nekünk tényleg a 1848-49-es hőseink. És, és, az ukrán nép, az most, mint, 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 nemzet tudat, az most jön létre. Tehát én ettől, a, amit ön említett, hogy ez a, hogy ez a soviniszta irányvonal lesz erős, én ebben nem hiszek. Én erre nagyon pici esélyt látok. Én, én, én azt mondom, hogy 90%-osan merek fogadni arra, hogy ez a pozitív nacionalizmus lesz Ukrajnában majd a jellemző. De ezt majd megbeszéljük tíz év múlva. Találkozunk itt. Igen, a úr meg a hölgy is kérdezett ott hátul. A, szerintem a hölgy volt az előbb. ha. Csak előre kéne jönni, mert a kábel addig ére. Addig nem biztos, hogy Kicsit meglepődtem, hogy az elején mondtad, hogy már folyik az ellentámadást. Hogy mit vársz ettől az ellentámadástól? Mert itt igazából nagyon nem lehet semmilyen statisztikai tény tudni egyik oldalról sem. Jó kérdés, mert egyrészt ez az ellentámadás, ez még nem az ellentámadás. Tehát a világon senki nem olyan hülye, hogy a első pillanatban az összes ütőkártyáját kitegye a haditechnikában a lapra. Ezek puhatolózó harcok. Én most oda egy nyilat jelöltem be, de egyébként valójában ezt úgy kéne, csak nem akartam összezavarni. Tehát ott, ott, ahol most van a pötyi, ott is volt egy ellentámadás. Itt is elfoglaltak egy szigetet, tehát ez valójában több kisebb támadás volt az elmúlt egy hónapban. Ez most egy viszonylag nagy, tehát itt, itt, itt tényleg már ilyen dandár mennyiségű katonát bevetettek az ukrán nagy támadás az szerintem még azért nem jött el, mert ahogy nálunk is most esők voltak az elmúlt hetekben ott is. Ahhoz meg meg kell várni az időt, hogy megszáradjon, mert egy 50-60 tonnás nehéz harcjármű, amiket most kaptak ugye Challengerek, az, meg Leopár, ezek jóval nehezebbek, mint az orosz harckocsik. Bár egyiket a talajnyom más ugyanannyi, tehát a sok különbség valójában nincs, sokan képzelik, mert lehet, hogy a T-72-nek a most használt verzió az csak 45 tonna, de kisebb rövidebb lánctalpa van, tehát gyakorlatilag is kisebb fületen oszlik el ugyanakkor a súly, tehát majd, majdnem ugyanott vagyunk. De például az ukránoknak a pontonhídjai, azok a régi szovjet pontonhidak, amik 50 tonna teherbírásúak, tehát a 60 tonnás hatkocsi, az hát nem tud átmenni rajta, tehát ilyen alapvető problémák is vannak. Már pedig ha megnézzük, azért a frontvonalnak a szignifikáns része az víz. A másik dolog meg, hogy az ukrán támadás én nem vagyok benne biztos, hogy az ukrán támadás az olyan lesz, hogy az ukránok így, mint a állat neki mennek a II. második világháború stílusba tankokkal, ágyukkal az oroszoknak. És sokkal valószínűbb tartom, hogy az ukránok először, első körben azzal fognak próbálkozni, hogy valahol nyitnak egy pici részt a frontvonalon. Most a picit azt úgy kérteni, hogy egy 10 kilométeres részt, ahol annyi diverzáns alakulatot, amennyit bírnak, átküldenek hogy azok az oroszoknak lehető legtöbb cuccát robbantják. És most nem arra kell gondolni, hogy ezek majd elmennek a fő robbantják a T-72-eseket, hanem közlekedési csomópontokat, hidakat robbantanak fel, távvezetéket, a transformátort, akármit, amivel az oroszokat zavarják. Egyiket ebbe az ukránok nagyon jók. Amit el is mondtam szerintem, hogy 200-nál hagytam abba a számolását, hogy hány merényletet csináltak az ukránok Oroszországban. És ez Oroszország, tehát ebben nem a, a Ukrajnából elfoglalt rész az nincsen benne, csak ami a hivatalos, általunk is elismert orosz határokon belül van. Az volt több mint 200. Még, még, még Vladivostokban is emberek. Vladivostokban. Azt azért megnézem, hogy hogyan furikázott el odáig egy ukrán katona. Szóval ezt nem tudom megmondani. Ezt, ezt szerintem lehet, hogy még az ukránok se tudják. Ezek a puhatoló harcok arról is szólhatnak, hogy most mérik fel, hogy az orosz haderő hol milyen erős azt értékelik majd egy-két hét múlva mondjuk, és az alapján megmondják, hogy itt meg itt csak század van a városban, ott meg ott zászlóaj van, akkor ott támadunk, ahol század van. Tehát szerintem még ez a felderítési, erő, ez, ez úgy az úgy, ez, hogy a hat, történelem, ez úgy hívja, ez az erőszakos felderítés. Ez arról szól, hogy küldünk egy halom katonát, akit hagyjuk, hogy lelőjenek, de legalább tudjuk, hogy hányan lőttek rájuk. Ez most csúnyán néz ki. De a háború matematikája az ilyen. Ugye ez kb. olyan, mint a parasztáldozatosakban. Csak hát sajnos itt százszám meg közben az emberek. Igen, az úr. Két dologgal kapcsolatban szólnék, mert itt egy kicsit úgy nézem, hogy elbagatizálunk bizonyos dolgokat. A, az egyik a, az ukrán sovinizmusnak mondjuk a Jézus magyar nyelven beszélt Című gondolatokkal van párhuzamosítása? Nem, ez teljesen jó párhuzam, mert az ukránoknál is van olyan, aki szerint Jézus ukránul beszélt. Tehát ez, a, ez, stíme, ez, ez konkrét példa. Ez Tehát... az is stimmel, csak hogy ez Magyarországon abszolút messze van a hivatalos vagy a általánosan elfoglalt politikából, soha nem is került annak közelébe sem. Míg azért az ukránoknak az a, az a hősies, Ősi, eposzai azok azért elég, elég komolyan ezt pont az elég. De az előbb mondtam el, hogy igen. Főpolitikát, egy... tehát én úgy gondolom, hogy azért a hányaiban nem ugyanaz a kettő. Tehát ahol az ukránok most tartanak, azt tényleg úgy kell elképzelni, mint ahol mi tartottunk 1848 ba hogy, hogy, nekik még nincs egy olyan kialakult nemzetudatok, mint nekünk. Ezért vannak benne vadhajtások. Ebben igaza van, én ezt nem vitattam, én ezt el is mondtam az előbb, az is igaz, hogy voltak ukrán nácik. Tehát, akik... Nem állítom, hogy általános, csak sokkal, nem. sokkal fontosabb szerepe van az ukrán mostani igen, csak én azt Politikám állítom, hogy a háború végével ennek a, a jelentősége ez nagyon lefog. Tehát, tehát ebben, igaz, ebben nincs vita köztünk, amit most mondjuk. csak Aha. azt mondom, hogy ez a háború végén ez olyan fajta hősi fog átmenni, mint ami nálunk a 48-as hát is Én is, is, viszont, én is a kiegyezésbe. De, de, nem látom annak a realitását. Kiegyezés Fő, az nem lesz. Tehát főleg olyan én... viszonylag rövid időn belül, mert ugye Magyarországon azért az 18 év a, a 49-től ugye 60. Hát ez a háború ég. is már 9 éve tart, úgyhogy Úgy, viszont közel járunk a 18 évvel érésében. A háború eset. végétől a monarhia létehozásáig. De itt hát itt olyan nem lesz, tehát itt az a típusú... Itt ez nehezebb ki... lesz szerintem is. Tehát egyre, már csak azért is, mert egyébként ugye az alapfelállás az az, hogy az oroszok tagadják az ukránok létezését. Tehát a, a, az hivatalos orosz, orosz verzió egyébként sokkal ö, sovinisztább, mint az ukrán ilyen szempontból, mert a, az ukrán állítás az az, hogy Ukrajna az ukránoké, ami nyilván nem jó, mert ugye Ukrajnában egy csomó kisebbség él. Ugye azt mutattam is a térképen, hogy ugye a magyarokon kívül nagy számban élnek ott románok, ugye ö, tatárok is vannak. Még a térképen nincs is minden feltüntetve egyébként, mert csak százezer fő fölötti kisebb, de vannak kisebb kisebbségek is. Tehát ez ilyen szempontból rossz. És ebben igaza van, hogy ez egy negatívum, de azért tegyük hozzá, hogy az orosz hivatalos vélemény, az az, hogy Ukrán mint olyan, az nem létezik. Azért Igen, kitalált, azért kacsa, azok oroszok, csak még ők se tudják magukról, és ezért ki kell írtani az ukrán kor. Tehát az oroszoknak az az alapfelvetése, ugye a béke ajánlatuk például, amik a törököknél tárgyaltak, hogy a. Az ukrán kormányt szétverjük, B. Ukrajnának nem lehet hadsereget, C. A, a, az ukrán nép, mint olyan, nem létezik. És akkor csodálkoztak, hogy az ukránok azt mondták, hogy hát jó, akkor mi hazamegyünk, mert ez ez nem egy tárgyalási alap. Tehát ehhez képest Trialon az kutya füle volt, mert Trialonnál legalább nem tagadták le, hogy a magyarok léteznek. Tehát, tehát ö, erre nem csoda, hogy az ukránok úgy reagálnak, ahogy a, a, mit mond, az, az valós, csak hogy, 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 hogy ezt teljes kontextusba kell nézni, hogy ez egy, egy rossz, felvetésre adott rossz reakció. Az, hogy rossz reakció, az nem vitanálunk. Csak én arra azt gondolom, hogy ha, ha a háború az az ukránok számára pozitív véggel, és a pozitív az az, hogy lesz Ukrajna, az most tök mindegy, hogy a határ az itt lesz, ott lesz, vagy amott lesz, de hogy lesz Ukrajna még, Ak akkor ez kötelezője, ez történelmi tapasztalat, tehát ezt, ezt vietnámi háborúról is tudjuk, a, a, a csecsenföldi Csechenföld, háborút is meg kell nézni, hogy ott is az lett, hogy a csecsenek meg az ukránok már nem ölik egy, meg az oroszok már nem ölik nem, egymást, nem, nem, nem. hanem kibékültek. Tehát én, 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 ilyen szempontból valami olyasmi folyamatra tudok gondolni, és a történelmi tapasztalat ezt támasztja alá, mint, 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 mint amilyen békülés alak zajlott például pont a, az orosz csecsen háború után. Ha annak a történetét nem tudom mennyire ismeri, Eléggé yeah. yeah. el, el, megjártam Csecsenföldet -cse 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 hát, is. Igen, tehát a Kimet is. Megjártam a Kímet is, igen, igen, tehát a, Uk és Ukrajnába is. És Csecsenek szerintem sokkal jobban utálták az oroszokat egyébként, mint most az ukránok. Hát a Csecsenföldről csak annyit kell tudni, hogy a főkalifa fia jelenleg a vezetőjük. Igen. Tehát ott azért érdekes történések vo voltak, amit, amit csak úgy lehet megérteni, ha valaki több évet, fetszöl bele abba, hogy megértse a kaukázust. A kaukázus szerintem az a kaukázusnál bonyolult a Ez egy lehet, az 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 speciális hely, rendkívül bonyolult. De a másik dolog, amit, ami, egy kicsit kiütötte nálam, a, és nem most először, a biztosítékot, ez a haladomonnak a ukánok elpusztításának címzett, orszok, ukánok orszok általi a, hogy is mondjam, a magyar magyarázata. Tehát ezt vegyük, vegyük tudomásul, hogy a Halladánnal az a parasság elleni büntetése volt a kommunista bolsevik, bolsevik rendszernek, és ugyanúgy, és ugyanúgy sújtotta az egész volt orszbiodalom parasságát, csak hogy Ukrajnában ez hatványozottan a uh, ányaiban ugye sokkal, sokkal nagyobb uh, uh, százalékot jelentett, hiszen a, gyakorlatilag az volt Oroszország élelmezője, ugye a fekete földeknek közönhetően. Tehát ott gyakorlatilag pusztult orsz, magyar, magyarok akkor még nem voltak, de bármilyen nemzetiségű... Hát a krimi is akkor nemzetiség, pusztultak. Nemzetiségű, nemzetiségű és az ellen tehát az egy bolsevik ö, ideológia volt, nem teljesen mellékága volt annak, hogy esetleg ö, néhány ukánt orosz tiszt azt gondolta, vagy orosz eljtartó volt, hogy, hogy ukán, ö, nokat pusztítson, nem szóval, hogy jelentős része az ukán bolsevikok vettek részt benne. E, ebben nincs vita köztünk, ebben egyetértek. Csak, csak, csak amit a, a mit, ha, hogy ön is mondta, a legtöbb áldozat az speciál pont ukrán volt. Igen, Szerintem, kácsunk a következő kérdés, és hogy utána még visszatérhetünk beszélgetni. Persze, nem lelőni akarom, csak másnak is láttam ja, kérdést. Igen. De azért lenne egy, egy kérdés. Egyetlen egy Persze, igen. Egy, 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 egyet, egyet, egyet. Egy kérdésem, hogy az önvéleménye szerint hol fog ez megállni? Én ezt mondtam, nem tudom, akkor lehet, hogy egyértelműen, szerintem egyszer az lesz, hogy szeptemberben, októberben, novemberben, ez attól függ, hogy mennyire intenzívek lesznek a harcok. A mikrofont addig adnám, el fog fogyni a haditechnika. Most nem, Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nem lesz több tank, csak ezt akarom mondani, hogy, hogy, hogy ha el fog fogyni a haditechnika olyan szempontból. Egyszerű példát mondok, egy, egy, egy ágyúval nagyjából 2000 lövést lehet leadni üzembiztos, ilyen szintű használat. Tehát nem az, hogy békeidőben lövöldözünk, mert úgy sokkal többet, hanem az, hogy napi szinten 20-25-30-40-50 lövést leadunk, és az általában egy gyors sorozatba fölmelegszik az ágyúcső, mint az ágyú, meg a hátrasikló rendszer, jobban kopnak a fegyverek, a motorok, a lánctalp, stb. Ez az lesz, hogy olyan szinten lesznek lerobbant cuccok, javításra váró cuccok szeptember, október, novemberre, hogy szerintem ott az intenzív harcok véget fognak érni. És én arra számítok, hogy amilyen, mint az aratási tűzszünetek voltak, amit mondtam, én, én arra számítok, hogy azzal lesz vége, ahol éppen fog állni a fronton, a maximum picit kiegyenlesítik ilyen. Tehát én ennyi. Tehát szerintem ilyen... Igen. A gázáról beszéltünk, hogy én ilyen primitív módon engem ez nagyon foglalkoztat, hogy ö, aláírtunk ugye egy 10 plusz 5 éves szerződést, és beszéltünk erről, hogy egy akkor 23-tól már nem élnek, ö, azok, amik alól a Magyarország felmentést kapott, és hogy valaki kiszámolta, hogy egy a külkereskedelmi mérlegből, vagy többen kiszámolták a külkereskedelmi mérlegből, hogy csak 10%-kal vesszük drágábban, ami egyébként tényleg nem is olyan vészes, de azért mégis annyival többért vesszük, hogy akkor, ha lesz lehetősége, 23-tól Magyarország kapott 23-tól felmentést. Tehát ez, ez nincs meg nekem, hogy akkor most mi tehát Magyarország és Szlovákia kapott ö, kedvezményeket, tehát ez nem felmentés, tehát ez ilyen szempontból a rossz. Tehát egy kedvezményt kaptunk, tehát mi vehetünk orosz gázt, a, meg van szabva, hogy mennyiért lehet venni egyébként. Ö, igazából nem ez a kérdés a dologban, hanem hogy mennyi gázt veszünk. Ö, azt egyébként én sem tartom reális Európai Uniós célnak, hogy nulla orosz gázt vegyünk, mert tehát könyörgöm, milliárdokat beleöltünk mi, mint Európai Unió, mert az Európai Unió pénze az a mi pénzünk, mert abban a mi adóforintjaink ugyanúgy benne van, mint Hansé Bajorországból, meg mit tudom én, Zsané Dél-Franciaországból. Tehát én, én, én ezt nem tartom reálisnak. Például én abban is biztos vagyok, hogy valahogy, vagy az ukránok, vagy a lengyelek robbantották fel például a gázvezetéket arra én nagyon nagy mennyiségű sörben mernék fogadni. És én egyébként én első körben a lengyelekre fogadtam volna. Azt, azt az is lehet, hogy közös buli volt, mert egyébként azt tudni kell, hogy, a, a, hát, hogy mondjam, a magyarok és a románok nem annyira szeretik egymást, hogy finoman fogalmazzak. Azt tudni hogy ezt ennek nagyjából a tízszerese az, ami a, a lengyelek és az oroszok között van. Tehát a, a magyar-román viszony soha nem volt olyan rossz. Átlag ember. Tehát most nem a országok most nem arról beszélek, hogy a mindenkori magyar kormány, a mindenkori román kormány, amilyen viszonyban volt, hanem átlag Béla magyar, meg átlag, nem tudok román átlag nevet, nem tudom, mi a románoknak a leggyakoribb név, na mindegy, a leggyakoribb román nevű emberke, a Kovács Lajosnak a román megfelelője, az mennyire rühelte a magyarokat. A, a, az soha a tizedében nem volt annak, hogy a lengyelek gondolnak az oroszokra. Tehát én rájuk fogadni. Hát, bah, igen, igen, az úr mondja, hogy több bukuk van rá. Hát, igen, tehát, tehát hogy mondjam, tehát ha a világon van egyetlen indokolt ellenszem, amit a történelmi tények alá az pont a lengyelek oroszokkal szembeni ellenérzése. Ö... Például egyébként ilyen szempontból volt fura, hogy a románokkal mi rossz viszonyban vagyunk, mert egyébként a történelmünk nagyobbik részében mi jó viszonyban voltunk a románokkal egészen az első világháborúig egyébként. Ez egy ilyen érdekes dolog. Tehát nekünk nem, valójában nem a románokra kéne haragudnunk, hanem az akkori román királyra. A Bocsánat, így, így, igazából ja. az én kérdésem Ará, De értettem a kérdést, és hogy csak Ki, ki tud-e a magyar kormány, ha akar? Ha, ha mondtam, akar, nincs a gázfüggés legendáriuma. Nem az, nem, az, nem a gázfüggés az, az, legendáriuma, hanem hogy a, itt nyomják a szankciós politikát, hogy az nem. Igen, ja, értem, és értem, értem, meg értem. Szlovénián kívül most már minden országgal össze vagyunk kötve, az LNG ugyanannyiba kerül, mint a. Gáz. Hát valójában a Szlovéniával is össze vagyunk kötve, mert a horvát vezeték az össze van kötve Jó, a szlovénia. Akkor, tehát... akkor, akkor az összes országgal tehát tudnánk LNG-t vásárolni, tehát akkor ki, ki tud-e a magyar kormány csak valami. Hát ö, ö... Két szűk keresztmetszet van, egy egy technikai, meg egy politikai. A technikai szűk keresztmetszet ugye az, hogy a, a horvátoknak az a lefejtő, fogadó terminálja, annak azért kat korlátozott kapacitása van. Uh -huh. Tehát, hogyha Maxon pörög a horvátoknál a fűtés, akkor már nem biztos, hogy nekünk elég jutna. Ez egy racionális félelem, tehát ilyen szempontból ez nem a magyar kormányon múlik. A, a politikai rész az, amit az a, Paks 2. Tehát, eldöntöttük, hogy nekünk orosz technika kell, mert nem tudom. Ö, ugye a a, fú, ez most ilyen nagyon, nem akarok belemerülni nagyon részletekbe, a világon mindenhol létezik a korrupciónak két fajtája. Az egyik korrupció az, az amikor Józsi félretesz pénzt, és így ellopja. Ez az, az, az a klasszikus korrupció. A korrupciónak van egy másik formája, ami arról szól, hogy én valakitől megrendelek valamit, és utána, majd ha én, mint politikus visszavonulok, akkor majd annál a cégnél leszek kancellár, vagy, vagy CEO, vagy akár, attól függ, hogy éppen milyen kultúrkörben vagyok mindkettő létezik a világ minden pontján, az arányok eltérnek. Tehát amikor azt mondják, hogy Magyarország egy korruptabb ország, mint mondjuk az USA, az azért van, mert ez a második típusú korrupció jellemző az amerikai meg az első típusú korrupció, és az, az első tekintik korrupciónak ezek a statisztikák. Amerikaiaknál a korrupció ugyanúgy létezik, mint nálunk, csak azt úgy hívják, hogy lobbisták. Tehát amikor Béla bemegy a kapitóliumba, aztán azt mondja, hogy Józsi, szavazd meg ezt, hogy gyártsuk a Bradley harcjárművet, ami egy rakásszar egyébként. Van egy egész film róla, hogy mennyire eretek. A hullagyártó harckocsi a címe, ami egy rossz cím, mert az valójában nem harckocsi, hanem gyalogsági harcjármű, de mindegy. Igen. Azt akarom mondani, hogy azért nem tudunk ilyen szempontból, és ez a politikai szűk keresztmetszet, mert mi elköteleződtünk, és arcvesztés nélkül nem lehet ebből felállni. Paks kettőse fog megépülni. Ezt mindenki pontosan tudja. Ezt nem én mondom. Holoda oda meg kell kérdezni, vagy meg akár a is. Jel. Igen, hogy, hogy PAS2 nem fog megépülni, tök egyszerű, fizikai oka van. Az országban nincsen annyi mérnek, aki tudod rosszul. Hogy azt a kurva dokumentáció. Bocsánat, hogy így mondom, de... Kizárták ezt, a nemzetközi atomenergia az, az, az a kisebbi probléma, mert azt meg más. lehetne oldani máshogy is, mert egyébként a orosz erőművet fel tudnák építeni, nem orosz cégek is, mert azt a licencet. A is tudnak ugyanolyan erőművet mert a kínaiak megvették ezt a licencet. Sőt, Fun fact, az orosz reaktorokat délkor elban Mert a nem a, a, akarok hazudni, hogy melyik gyár, de ott van egy gyár, annak van akkora öntödéje ami tudja ekkora reaktorokat önteni egy darabba. Nem ezzel van a baj, hogy a rosszatom építi, vagy nem, hanem azzal van a baj, hogy orosz dokumentációt nem tudunk előállítani, mert Magyarországon nincs annyi. Tehát egy erőműnél úgy kell elképzelni, hogy minden egyes alkatrésze és csavar földrengés, biztonsági tesztet kell csinálni számítógépen. Nagyjából 70 ezer oldalas dokumentációt kéne csak erről készíteni, és még ugyanennyit minden más csőről, vezetékről, stb. Nincs mérnök. Jó, tehát ez tehát a vezeték, is... Kettő igen, nem fog igen, mérni, de ez az igaz a gázra ki is. tudunk szállni ebből a De ez, valagyobb... ez a, válaszom, hogy, hogy nem, 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 nem azért nem tudunk kilépni, mert nem tudunk, hanem azért nem tudunk ki mert beleálltunk egy utcába, és ez egy egyirányú utca. És ez egy, tök mindegy, hogy ez zsákutca vagy nem utca, ebből nem lehet jobbra balra kanyarodni. Ez a válasz. De, de... Jó, lehet, baszki, kurvára lehet. Tehát, hogy mondjam, tehát meg lehetne az, tehát az, a baj, hogy a szerződés alá van írva, kifizettük az árát, hogyha nem veszük át a gázt, akkor megszívtuk. Ez, igazából ez a legegyszerűbb válasz rá. Tehát, tehát itt azt meg tudjuk tenni, hogy nem veszük át a gázt, amit már kifizettük, Hát igen, a bős nagymaros, ez tök ugyanez volt, kifizettük a vízerőművet, aztán nem vettük át belőle a villanyt. a vizet sem kaptuk meg. Hát igen. Mondjuk egyébként a megfagyás az nem probléma, mert egyébként a... Tehát Magyarországon jelenleg, hogyha mi tényleg azt mondjuk, hogy akkor most a gáztrendbe akarjuk tenni, be kéne szigetelni a házakat. Magyarországon a, a, legkörnyezetszennyezőbb ágazat az a lakások fűtése, a teljes széndiokszid kibocsátás 40%-a. Egy kérdésre van még időnk, úgyhogy ha valaki. Bocsánat, az előző kérdést túlbeszéltem, meg nagyon eltértem. A háborús bűnököt szeretnék kérdezni. Amiről te ott beszéltél, az, az lényegében ez a népírtás tematika volt, és az volt az állítás, hogy a népírtásnak egyetlen ö, ö, konkrét bizonyított esete volt, ez a gyerekek elhulcorása. De azért a háborús bűnöket nézem, mint kategóriát, az kicsit bővebb, mint a népírtás. Tehát volt ott, volt Bucsa is, hogy Bucsa kapcsán még volt is per Kijevben, azt nem tudom, mennyire korrekt volt lefolytatva, de volt egy orosz katona, aki Kijevből előtt az egyik biciklistát, civilt, és életfogytiglom kapott a, a, a kijevi akármilyen hatóság törvényszeki eljárás szerint. Tehát, uh, ha csak azt mondjuk olyan bizonyítva, és nem a médiát, akkor a háborús bűn, ez egy jóval kategória, mint a, a genocídium. És akkor akár a bucsát nézzük, akár a, a bármilyen más lakosság ellen elkövetett tartszításokat, akkor azok, azok még uh, elég súlyos eseteinek tűnnek a háborús bűnöknek, és erről te nem beszéltél. Az, azért, azért, mert ez egy nagyon rossz terület, mert ez, ez, jogilag is. De egyszerű példát mondok, és akkor hogy kicsit, hogy ne legyen ez a ukrán háború. második világháborúban a, a, a Pe -pe aki a Adolf Hitlerül elnevezett danda SS Dandárnak volt a, egyik parancsnoka, halára ítélték pont ilyen eset miatt, hogy embereket lövetett, hadifoglyokat, és húsz évvel később derült ki, hogy egyébként azok a katonák szöktek, és szökő hadifogóira legálisan lehet lőni például. Vagy ugyanilyen volt ugye a, a, egy másik eset, szintén egy híres német tábornokot elővettek azért, mert ö, civilekre lővetett. Igen, ám csak utólag kiderült, hogy az összes civil felfegyverzett partizán volt. Akire a nemzetközi törvények szerint megint csak lehet lőni. Ö, tehát, hogy mondjam? Persze, nagyon szörnyű dolog, és nagyon elítérendő az összes alkalom, amikor katona civilekre lő. És ez szörnyű tragédia. Minden egyes ilyen halott. De ezt egyes éve sajnos meg kell vizsgálni. Ez, nem tudok egy igen nemet mondani. Mert, mert egyszerű példát, most nem, ez a biciklis, egy másik, volt egy olyan eset, amikor például egy, egy zöld, zöld ladában utazó családot legép az oroszok. De egy, hát egy, katona, egy zöld színű járműre, ami nem az övé, az ösztönből Nem azért volt, mert ők meg akarták ölni azt a szerencsétlen családot, hanem egyszerűen izgultak, há, ez a háborús stressz. Tehát, hogy mondjam, amikor az ember a frontvonalban van mellett, egy csapódnak be a bombák, a, akkor nem úgy gondolkodik, mint mi itt, Kö, tök könnyen mondunk át vagy bét, a, a, a amerikai vagy orosz pilóta volt mind a kettő, Szíriába, meg Irakba, meg Afganisztánba is, terébe bombáztak egy kórházat. Az nem azért volt, mert ő az a amerikai pilóta, vagy az, az orosz pilóta bele akart bombázni a kórházban, mert annyit látott, hogy van egy objektum, ahol nagy teherautók állnak, rosszabb esetben pont katonai teherautókkal vitték a sebesülteket, a hadseregnek van marasok terepjáró teherautója, ami a romokon át tud menni, és lehet, hogy azt feltétsz, hogy ez egy raktár. Plusz mindkét fél eljátszott azt, az oroszok és az ukránok is, hogy a tankokkal beparkoltak például a, a, házak mellé, konkrétan tudok fotókat is mutatnia kell. Az ukránok is megcsinálták, hogy beálltak a panelházak alá, meg az oroszok is. Most innentől kezdve, ha rálőnek arra a panelházra, és ott meghal 8 orosz per ukrán katona, meg meghal 30 civil, akkor az most háborús bűne, vagy nem? Tehát, tehát azért mondom, ezek nem, nem, lehet erre egy ilyen... Így, pucsa az valószínűleg egy parancsra elkövetett népírtás volt. Igen. Azt nem tudjuk, hogy ki adta a parancsot jelenleg. Az, azért az nem ilyen szempontból nem bizonyított, hogy, hogy bucsa léte bizonyított, tehát azt én nem mondom, hogy nem. Tehát az biztos, hogy bucsában egy szándékosan elkövetett emberek elleni, valószínűleg rasszizmus, hát, hát nem rasszizmus, mert ugye fehérbürek az ukránok is, de sovinizmusból elkövetett gyilkosság történt. Azt nem tudjuk, hogy erre a parancsot konkrétan kiadta a százados, az ezrednek a parancsnoka, a dandár tábornok akár kiadhatta a parancsot, vagy éppen egy őrmester maga elkezdett lövöldözni, a többi ukrán katona megassad, oh, bocsánat, többi orosz katona meg azt se tudta, hogy mire lő, csak lőtt. ez, ezért egy nagyon nehéz. Vagy, vagy ilyen példa, például amikor az oroszok foszforbombával lőtték Kievet. Arról is mindenki azt mondta, hogy háborús bűn. Egyetlen egy baj van. Sem az oroszok, sem az ukránok, sem az amerikaiak soha nem írták alá a foszforbombákat tiltó egyezményt. Innentől kezdve nem lehet őket elővenni érte. Vagy ha elővesszük Putyint ezért, akkor Irak a bugrai azonnak kattanjon, akkor a bilincs buson is, ifjabb buson is, ha Putyinon kattan. Egyéket valószínűleg az lenne az igazságos, hogyha az ifjabb bus és Putyin együtt töltené a hátra levő életüket egy kalitkába, az lenne az optimális, hogy még össze is lennének bilincsebb, hogy egész nap el kelljen egymást viselniük. Sőt, egyéket én biztos vagyok benne, hogy hogy minden nagyhatalmiságról álmodó, egy mindenkori politikus az valószínűleg követett el ilyen bűnöket. Még egy, egy, utolsó mondat, egyébként például a második világháborúban korrekten rendezték volna el a háborús bűnöket, akkor Churchill is se úszta volna meg egyébként a Nürnbergi pereket, mert Churchill meg Indiában írtatott embereket tudatosan. Tehát teh, teh, de akkor egy hasonló csinált, mint ami volt a Holodomor ugye a Szovjetunióban. Tehát a, a, a igen, igen. igen. Hát más volt, más volt, de. de a, 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 igen. Hát az is. A, és akkor azzal zárnám a dolgot szerintem, hogy, hogy nagyon sok mindent tudunk a háborúról, nagyon sok mindent rosszul tudunk a háborúról, de ami a legfontosabb, hogy azt senki ne felejtse el, hogy a háború köde az létezik. A háború köd az egy régi fogalom. Eredetileg azt jelentette, amikor puskával, muskétákkal lőttek, és akkor a köd, ilyen ködszerű füstök képződött ugye a régi puskaporoknál, és nem lehetett átlátni a terepen. napulani háborúk. Ma már ezen azt értjük, hogy egyrészt mindenki hazudik, össze-vissza mozognak a gyorsan mozgó csapatok a és senki nem tud semmit. Tehát valójában minden, amit a háborúról tudni vélünk, az legjobb esetben is a, 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 a közös ö, megegyezés, hogy az az igazság. Ugye ez a tudomány ezt úgy hívja, hogy a tudomány szerint nincsen objektív igazság, mert a valóság annyira bonyolult, hogy azt nem tudja egy ember sem megérteni, hanem interszubjektivitás van, az a valóságot legjobban leíró modell. Erre viszont törekedni kell, és épp ezért ne elégedjünk meg egy szavas igen-nemes válaszokkal, mint hogy az úrnak se tudtam egy igennel vagy egy nemmel válaszolni, mert aki azt mondja, hogy a szankciók működnek, vagy nem működnek, az ugyanúgy hazudik mind a kettő, mert Valamelyik működik, valamelyik nem, hogy egy egyszerű példát mondjak. Köszönöm szépen, természetesen még lehet kérdéseket feltenni, ha valaki akar, csak most már a felvételnek.